kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lesz már por előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a roppant két szó. This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na, akkor menjünk tovább. A világnézetünk a sarkaiból fordult ki. Mi van még a tarsolyodban? Gyerekek, újabb kis érdekes történetet kell megfejteni. Ez ma mondom, ezoterikus reggel oknyomozunk. Mert hogy három oroszlán szökött meg az Ötvös Vándor cirkuszból. Senki se tudja, hogy mi történt, megy a találgatás. És hát... ezek az oroszlánok megszöktek. Ez miért ezoterikus? Az oroszlán csillagjegy miatt? Az oroszlán csillagjegy miatt. Kettő, meg kellene fejtenünk, hogy mégis ez hogy történetet. Hogy a francba szöknek meg cirkuszból oroszlánok. Úgy egyébként, hogy a szabadidőpark mellett van egy lakópark, egy nyugdíjas otthon, egy szakközépiskola és egy kollégium. És elvileg oda is bejuthattak volna. Az oroszlánok végül egyébként mindhárom állat meglett, az egyik szerencsésen etetésre hazatért. Na, éhes volt. Ez aranyos. Szenzációs. Nem boldogult a nyugdíjas otthon hátsó kapujával. Vagy a nyugdíjasokkal. Igen, szenzációs híreket lehet olvasni egyébként, hogy mi történt. Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre május 10-én 16 óra 7 perckor arról, hogy a Benko Zoltán szabadidőközpont zárt, zárójelben vízműdomb területén az ott állomásozó cirkusz által közül két oroszlán ismeretlen körülmények között elszabadult. Aha. Na most ugye nem csak kettő, hanem a harmadik is. A rendőrök megkezdték a szabadidőközpont kiürítését, és engedélyt kértek altató lövedék kilövésére alkalmas fegyver használatára. Amivel egyébként... Az őrjöngő tulajdonos miatt. Az összehangolt munka eredményeként 16 óra 34 perckor a másik vadállatot sikerült bezárni, majd egyértelműen megállapítottak, miután számoltak, hogy több oroszlán nincs szabadon. Hát azért... Ehhez mondjuk tudni kell az alapszámot. Ez bizony, ugye? Ez így van. Igen. Ha nincs meg három, akkor három. Na most engem van. Egyébként az se nyugtatott volna meg, ha a környéken érek, hogyha mondjuk nem három, hanem csak kettő szabadul ki. Sőt, még az egynél is azért lettek volna kétségei. Érted? Ja, az ember sok dologgal nem játszik, például mit tudom, a Medvével, Brüsszellel, illetve az oroszlánokkal sem, szerintem. Úgyhogy ez vicces is, meg nem is. Igen, a fotó zseniális, olvasó riporter egy bulvárlapnak lekapta, amikor az egyik oroszlán egy disznóra vetette magát, mert hogy ebben a parkban egyébként kamionok, autók áldogálnak, és az állatok ugye szabadon járkálhatnak, de hát olyan állatok, mint mit tudom, varacskos disznó, meg póniló. Na most a fotón éppen az történik, hogy az egyik oroszlán ráveti magát a gyanútlanul legelésző varacskos disznóra, miközben egyébként 30 méterrel mögötte egy gyerek és két felnőtt áldogál egy autónál. Ugye? Tehát, hogy azért egyébként isteni szerencse, hogy semmi komolyabb nem történt. Most én nem tudom, hogy hágni akar az oroszlán, párosodni. Vagy... fel, Istenem, röfi. Évek óta nem találkoztunk, csak választottak el minket egymástól. Kisbarátom, hadd öleljelek meg, de az oroszlán éppen ráveti magát a varacskos disznóra. Tehát azért ez komoly. Totál pánik egyébként, de a kedves figyelmeteket felhívnám a két pónilóra, akik mint haszmoderek egymásra közül, hogy ezért húzunk már innen hallom. Vidáman elgalopoznak jobbra. Elmennek itt egy másik irányba. Hát azért figyelj. Na jó, próbáljuk felgöngyölíteni az ügyet. Mielőtt felhívjuk az észlelés. Az észlelés, hogy történhetett az, hogy jött a gondozó, egyszer csak azt mondta, hogy gazsi, baj van, nincsenek meg az aranyszűrűek. Tehát, hogy mit volt? Baj van, de nagy baj van. Volt egy megvilágosodott majom, aki egyébként szintén szabadon volt, körbenézett, és azt mondta, most nem figyelnek az oroszlánra, gyertek kis pajtásaim. Oda ment az oroszlán ketrecet, és kinyitotta egy nagy, hatalmas, nagy tolvaj kulccsal az oroszlán ketrecet. Vagy szabotás történt, és belülről egy dolgozó azt mondta, hogy nem kaptam fizetésemelést. Na jó, akkor ezt nektek, és kiszabadított az oroszlánokat. Szóval te rögtön az okokat nézed. Én próbálom megfejteni. Magától az észleléstől kezdjük. Jön neki röge, egy-egy kávéval a kezükben. A gondozó? Az alkalmazott, igen, mondjuk az egyik gondozó, meg az a cirkusz igazgató, vagy az idomár. És akkor azt mondják, hogy Lajos, elkapod a rohadt nyavaját, szerintem a halálforgás most nem nagyon fog neki menni maga este. Hallod, ki kéne találni a hely, halál, az oroszlánok. Értes? Hát, nem. Igen. És mindenképpen volt velük egy törpe. Így. Ott már veletük kacsajárásban egy törpe, és azt mondták, hogy igen, tehát, hogy hé, Gazi. Eltűntek az oroszlánok. Ez lett az első felfedezés. Az oroszlán vajon rájött, hogy valaki kulcsot hagyott az árban, kinyúlt és a kispancsával kinyitotta, vagy lehet egy okos majom, aki kiszabadította az oroszlánt, és azt mondta, gyertek kis barátaim. Egy okos, nem lehet? Egy okos majom, ilyen török, agának költözve, ilyen kis izébe, bojtosig, és a kis piros mellénykében. Meg kis flitteres mellénykében. Bent ült a három oroszlán a ketrecben, jött a majom kacsaja. Jött a majom kacsajárásban piros pelenkával, egy cilinderrel a fején. És mit mondtak erre az oroszlánok? A majom értette, hogy mit mondanak az oroszlánok, ellopta a kulcsot, berakta az árba, és kiszabadította, kvázi rászabadította Kecskemétre a három aranyszőrűt. Igen, nem, és lehet? Akkor a három oroszlán így kiszaladt, és igen? Örülni kezdett a szabadságnak, akkor a majom is elkezdett felörülni. És ott ugrál. Nagyon jó hozod. Benne ült egyébként a törpe, a két állatgondozó, és mondták, hogy csicsíts már le azt a majmort, mi ugrál. Adjál már neki enni. Nézd már meg, mi bajom a Ricsinek. Este még belépésünk, majd nyugtass már a majmort. Történt így. Hogy gondolkoztak az oroszlánok? Kidugták a mancsukat, rájöttek, hogy szabadok, az egyik oroszlán azt mondta, na végre elmegyek meg hágóba disznó. Aha. Igen, először kirakta a mancsát, és akkor nem... Rájött, hogy szabad. Valaki nem vert rá egy hatalmasat egy ostorra, rájött, hogy ez bizony a szabadság. Mégis kiszabadított a majom, nem csak ígérte, ugye? Egyébként döbbenet, mert hogy... Hova mentek? Elmegyünk itt a nyugdíjas otthonba, szerintem levadászunk egy-két tatát meg mamát. Hát te, én meg elmegyek, elkapom rövid. Én meg ott kívánom a forrát. Olyan szemtelen ez a malac, te évek óta tudják, be vagyok az ára, úgy elkapva, hogy csillagokat lát. A kis kunkori falkkal, vagy megkeresem ám a két barlangot. És egyébként pont ezt látjuk a fotón is. A fotó azért zseniális, már áll bent egy merci, áll bent egy kamion, sátrak vannak, emberek sétálnak a parkban, miközben tényleg természetfilmekben látsz ilyet. Tehát a National Geographic promója az az, hogy éppen egy oroszlán így ugrik rá hátulról egy varacskos disznóra. Mit gondolt a disznó? Nem, mit gondolt a három sétáló? Hogy ez, a három sétáló még nem látja szerintem, mert a kamion eltakarja. Ugye megvizsgáltuk már az oroszlánok szemszögét, a majom szemszögét, a törpe artista szemszögét. Egyszer csak te ott legelgetsz egyébként 20 éve nyugodtan, és egy oroszlán disznó hátulról rád veti magát, hogy párosodjon. Azért azt se tudod hirtelen hova tenni. Hát, nem? Hát vagy pedig az volt, hogy végre Leó. Vagy ennyi év után. Hát vagy igen, vagy gondolta, hogy hát eddig aranyos volt, enni adott, ez fura, eddig ezt nem akarta, gondolta a gondozójára. Igen. Etetett iratott jó gazdám volt, eddig ezt nem akarta. Ez az, Szimba, adjál még nekem. Na, szóval, hogy... Mi van, ha ezek tényleg elszabadulnak, hát megesznek valakit a nyugdíjas otthonból? Az nem vicces. Az nem vicces, gyerekek. Hát akkor vissza kell adni egy árát. Ugye? Tehát nyugdíjas otthon, mi kollégium. Hogy a fenébe szabadulnak el ezek tényleg? Szakközépiskola és lakópark. És hogy lehet, hogy még ezt a képet, a disznót és az oroszlánt még nem nevezték be az év természetfotója pályázatra. Gondolod, amikor sétálsz a gyerekeddel a lakóparkban, és azt mondja, anya, itt egy oroszlán. Jaj, kicsi, anya, itt egy oroszlán. Jaj, kicsim, jaj, fogd meg a szajtot, és ott van egy oroszlán. Bedug egy malacot. Kicsit a szádra csapunk. Ha beszélek apáddal, már megint mit nézeted veled este? Ugye? Na hívjuk föl akkor a cirkusz igazgatóját. Mondja el nekünk, hogy tényleg hogy a fenébe szabadul ki három oroszlán, nem? Hát azért ez nem egy megszokott dolog. Egy-kettőben voltak, vagy három külön. Tehát lehet, hogy csak egy oroszlán szabadult, és kiszabadította a másik kettőt. Így az is lehet egyébként. Aha. Ja, mert igen. Ha ő szabad, akkor te is. Ja, nem, itt gólya viszi a fiát, és így átdobták a harmadikat a kerítésen. Ja. Hogy fogod be egyébként? Kilöved automatikusan? Kábítólövedék? Vagy odajössz, hogy... Még aha, ez az oroszlán erre jön. Ostorral? Vagy egy égő hullahopkarikával? Vagy hozol egy úszkár cilinderben? Szerintem az égő hullahopkarikával lehet csalogatni, mert ahogy meglátják, arra futnak és átugranak rajta. És akkor úgy kell csinálni, hogy a ketrecnek az ajtajába kell berakni, és beugranak a ketrecbe. Vagy. És akkor basszus, megint bedöltünk neki. Ezek a rohadt reflexek. Gondolod, hogy 15 évig be vagy zárva, és ez csak ott van minden előtted, nem? Hát azért, mondjuk az egyik oroszlán tényleg ő hazajött etetésre. Tehát ő azt mondta, hogy tetszett a nyugdíjas otthon, jó a lakópark, kaját kapok, hazamegyek. Nem, nekem ez nem kell. Nem kell, ami kint van. Jó, hát őt kifárasztotta az, ami röfivel történt, érted? A szerelem. Mi a fenét csinálsz ott, vagy találkozol egy oroszlánnal? Magad mögé rakod a gyereket, nem? Magam mögé, miért mögé? Elém. Jó, már neked nagy kitakar. Szabadj! Ne arra, ott nem látnak. Figyeljetek, engem egyetlen dolog aggaszt nagyon ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy vajon mi lehetett Ricsi majom büntetése. Hogy mit csináltak szegény majommal? Szegény majommal. Igen. Na, itt van már a vonalban a cirkusz igazgatója. Megkérdezzük, hogy mi történt. Ötvös Loránt, az Ötvös cirkusz igazgatója. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Találkoztunk mi már kitelepülésen, ugye? Így van. Tavaly előtt Balatonfüreden volt. Lehet, hogy ez az az oroszlán, amit akkor odahoztál. Csak nem, megnőtt. Ez másik oroszlán. Ez teljesen másik produkció, igen. Jaj, hát mi itt humorizálunk, de hogy a fenébe szabadul ki 3 oroszlán? Igazából nem 3 oroszlán volt, csak 2, nem tudom honnan találták ki a harmadik oroszlán, tehát 2 oroszlán szabadult el. A harmadik hóleopárd volt. Nem, hogy szabadult el, azt igazából mi sem tudjuk, erre még nem jött rá senki, mert a ketrec ajtajai be voltak zárva, és az érdekes az egészben, hogy a ketrecben 4 oroszlán volt, és csak 2 ment ki, tehát ezt mi sem tudjuk, hogy hogy kerültek ki. És amikor összetereltétek őket, 5 lett. Nem, igazából nem volt tulajdonképpen olyan hatalmas veszélyben senki, mert ezek az oroszlánok azért készhez szoktak, ott nevelkedtek az idomáriaikkal, kicsi korukban náluk aludtak, és nem valószínű, hogy embere veszélyesek lettek volna, ráadásul az idomár viszonylag hamar be is fogta, egy parajcóra megállt, és rátette a pórászti nyakára, tehát hamar elfogták őket. Az már más kérdés, hogy egy picit tovább tartott megnyugtatni őket, főleg amikor a szirénázó rendőrautók megérkeztek, akkor egy kicsit ingerült, idegesé váltak, de profi módon az idomárok urai voltak a helyzetnek, és ott teljesen a protokoll szerint jártak el. Nem lehet tényleg, hogy a majom öntudatára ébredt, ellopta a kulcsot, és azt mondta, hogy akkor hajrá, gyertek, egy kis cilinderben vagy. Nem valószínű, mert majom nincs a cirkusznál, tehát nem lehetséges. Ez viszont tényleg felvet egy kérdés, hogy kerültek ki. Tehát mivel vannak bezárva, egy lakattal, klasszikus lakat, kulcs, vagy hol? Igen, az az igazság, hogy úgy van, hogy van egy kocsi, egy ilyen lakókocsiszerűség, ami kettősznek van átalakítva, az ő tulajdonképpeni házuk, ahol az éjszakákat, meg az utazásokat töltik, és akkor van előtte egy ilyen kitelepített külső ketrec, egy ilyen kifutónak nevezett ketrec, ami több méter hosszú, és ez tulajdonképpen olyan, mint a családi háznak az udvar, ahol általában napközben szoktak tartózkodni, és ebből a ketrecből menekültek ki. Na már most az éjszakára lesz. Akkor valaki kiengedte őket, nem? Lakattal szokott lezárva lenni éjszaka, viszont nappal nem teszik rá lakatot, mert általában úgyis mindig ott van valaki a családból, aki felügyel rá, tudja, az idomárnak a családjából, gondolom. Na már most az érdekes az egészben, hogy abban a pillanatban, amikor ez történt, akkor pont a cirkusz elején is voltunk az idomárokkal együtt, mert egy előző kutyaharapásos ügyben ott beszélgettünk az állatmenhellyel, és akkor történt ez a ricsaj, hogy optál valami történt, és rohant mindenki oda, mi is velük együtt. És hát tulajdonképpen, amit mondtatok, a disznótámadás, azt nem kell ilyen drámaian felfogni, megtámadta, mert igazából ebből a disznóval együtt nőtt fel az oroszlán kicsikora óta. Akkor jól, akkor a tompora. Ahogy annak idején régen játszott vele, ráugrott, mert igazából, ha meg akarta volna ölni, akkor szerintem meg is ölte volna, nem állította volna meg ember, isten, senki, és ráadásul az oroszlán ugye torokra, vagy nem hátra. Na mindegy, ezt nem... Hát kérdés, milyen célra, ugye? Hát embernél torokra, disznónál hátra. Nem lehet, hogy a disznó engedte ki az oroszlánt, hogy ne csak rácson keresztül csinálják. Végre legyen már valami. Meg hát egyébként tudjuk, hogy van oroszlán tigrisből liger, akkor most ebből lesz egy szép dilón. Igen, a keresztezésből. Ez ilyen még nem volt, az biztos. Azt írja valaki, a kézből lesznek, utána a lábadból is. Igen, tehát. Mi lett volna, ott bemegy valamelyiken nyugdíjas otthonba, vagy az öregek otthonában, vagy a kórházba, vagy a kollégiumba? Hát ez egy hajszálon múlt. Nyilván nem túl dramatizálva a dolgot, de azért ott lehet, hogy valakit megkajáltak volna, nem? Vagy nem jellemző? Hát természetesen az ember, ha belegondol, ez az első dolog, ami eszébe jut, de mi a cirkusznál tudjuk, hogy ez nem valószínű megtörtént volna, mert ugye ezek az állatok azért állandóan fogságban vannak, és a hirtelen szabadság nekik is meglepő volt, és szerintem ők jobban megijedtek, mint bárki, akivel esetleg találkozhattak volna. De mondom, hogy egy pillanat alatt nem sokára rá, amikor odaérkeztünk, már be is fogták őket, és szépen lefeküdtek, és csak remegve néztek körbe, hogy most mi történt. Nekik is fura volt a helyzet, ugye hát nincsenek ahhoz szokva, hogy mint a szavannai társaik, hogy rohangálnak, mármint kint a szabadon is, ez nekik nagyon fura volt. Sokkolta őket az élmény, ennyi kaját még egyszerre nem láttam. Egyszerre nem tudtak vele mit kezdeni, igen. Van nevük ezeknek az oroszlánoknak? Hívjátok őket nyilván valahogy. Méri és Róz voltak ketten, akiket elfogtak. Na, hát ha legközelebb elszabadulnak valahol, akkor legalább tudjuk. Méri! Az érdekesség az, hogy két különböző irányba rohantak el, és ugye két idomár hölgy rögtön befogta őket. Az egyiket rögtön pórázzal vetette a hölgy, és akkor a pórázzal együtt szépen hússal csalogatva visszavitte a ketrecébe. A másikat pedig ugye az egy kicsit távolabbra került, azt meg rögtön, amikor elfogta a hölgy, hát elfogta, tulajdonképpen rászólt és megállt az oroszlán, arra is rátette ugyanúgy a pórász, és akkor annál meg a protokoll szerint úgy jártunk el, hogy ketreceket vittünk köré, és körbefogtuk a ketrecekkel, és akkor építettünk egy ilyen rögtönzött ketrecet, és akkor a teherautóval oda mentünk, és akkor oda beszállítottuk. A kicsit távolabb, mit értesz, sűri sápot? Nem, azért nem. Ugye a cirkuszon belül történt minden, és ugye ráadásul egy lekerített területről van szó, tehát igazából nem állt fel annak a veszély, hogy esetleg elcsatangol és elmegy egészen Békés Csabáig. De szerencsére nem történt semmi probléma. Hát most ugye én azt mondom, hogy ahogy az idomárok mondják, hogy nem volt veszélyben senki. Természetesen a laikus földi halandót, aki esetleg arra ment volna és meglátott volna egy oroszlánt, biztos nem ezt jutott volna elsősorban eszébe. Igen. De az az igazság, hogy így egy hallgató, anya, hágnak az oroszlánok, ne nézz oda, jó, de már fáj. Ha annyira akartak volna kárt okozni, akkor biztos elrohantak volna, nem állt volna meg, amikor tudom már rászól, nem ment volna, és akkor gyilkolt volna, tehát igazából nem ilyen vérengző feladatok. Figyelj, most főemlősök vannak a cirkuszban, vagy esetleg olyan alkalmazott, akinek tartozol fizetéssel? Vagy? Nem. Szerencsére ilyen nincsen. Épp ezért nem is igazán tudjuk, hogy ez hogy történhetett, ez még ki kell nekünk is vizsgálni, hogy valószínűleg mi lehetett a probléma. Az biztos, hogy a ketrec nem hibásodott, tehát nem nyílt ki. Egy 4 méter magas ketrecről van szó, tehát igazából nem tudom, hogy esetleg fölmentek és valahol fölügrottak ki, de hát akkor sérülni kellett volna, mert 4 méter magasból leúlik egy ilyen 300 kilós oroszlán, azért megütötte volna magát, de tény, hogy valahogy kimentek, azt nem tudjuk mi se, hogy hogyan. Az, hogy esetleg egy külső szemlélődő valaki kinyitotta volna az ajtót, és úgy kiengedte volna, elképzelhető ez is, de ezt most én nem tudom állítani, mert nem láttam. Meg igazából senki nem láttam, mert abban a pillanatban pont elől tartózkodtunk. Kérdezi egy hallgató, hogy szerinted a zebránál megállt volna? Nem tudom, igazából ezeket az állatokat azért ők ismerik, mert ezek az állatok, az oroszlánok, meg az egzotikus állatok is egy tulajdonban vannak, tehát egy család lép fel velük a porondon, és ezek mindig együtt szoktak tartózkodni, tehát ők ismerik ezeket. Figyelj, játszunk egy kis kalámbót. Amikor visszavittétek őket, zárva volt az ajtó? Igen. Ez az érdekes. Meg az is érdekes, hogy ez a fontos. Hogy zárva? Be volt csukva az ajtó, igen. Aha. Lukon nem jöhetett ki? Nem, mert nem volt luk. Nincs. Azt megnéztük. Aha. És ugye a másik két oroszlánnak bent tartózkodott, akkor azok miért nem jöttek ki? Tehát én nem tudom ezt. Igazából ezt mi se tudjuk. Hát itt van még egy magyarázat. UFO. Lehet, a szentesi UFO. Akkor hallgattál minket, igen, a szentesi UFO. Na jó, van, nem történt baj. Van nálatok úszkár cilinderben? 20 kárcilinderben nincs, de vannak több kutyák, igen, és 70 fajta állat van tulajdonképpen, elég sok. Plusz-minusz 2-3. Van velük. Igen, éppen ahogy sikerül. Na jó van. Loránt, köszi, jó munkát nektek, vigyázzatok magatokra. És az állatokra. És ránk. Ciao. Jó, rendben van. Hello. Sziasztok. Beszélgettünk a cirkusz igazgatójával. Hello. Igen. Jó, hát nyilván az emberi civilként ennek nagyobb feneket kerít, mint ők, akik 20 éve ebben élnek. Meg az elkerített területről nem kerültek ki az állatok, és ez a legfontosabb. Nem lehet, hogy nyugdíjas otthonban valaki. Megtréfálta a cirkuszt. Tehát a kosztot haragudod. Most megzabárdadom a Majkát. Rántott leves. Megód a kocka. Csoki szószal rohadjatok meg. És kiingett az oroszlánokat. Szabadítom az oroszlánokat. És azt mondta, hogy na eddig, és nem tovább, igen. Ötötször ebben a hónapban. Ha már a Józsi nem akar megcsinálni. Hát, ha majd a Simba. A fűtőt is állandóan unszolni kell. Van nálam fél kiló véres felsár, bemegyek az oroszlánok közé. Hol az olvasó szemüvegem? Merre nyílik ez a szar? Simán, gyerekek. Gyártsunk összeesküvés elméleteket, egy nyugdíjas otthon nekem gyanús. Ott valaki berágott a kosztra. Ebben biztos vagyok. Tehát itt csak úgy magától nem hopponálnak ki ezek. Csak nem jönnek át, nem ülnek seprűre, azért nem. Tehát azért ezek nagy rejtélyek. Igen. Nem kérdezzük meg, hogy az oroszlánoknak kacsázó volt. Igen. Kacsázó volt az oroszlánok járása? Ugye? Hát, nem, és ideg volt a kezük. És ideg volt a kezük, ugye? Ez a két téma ma valahogy fura módon, de összecseng. Bizony, én nem csodálkoznék rajta, hogyha az esti híradóban már ott lenne a hír. A nyomok a derűs alkony otthonba vesz. Igen. Egyetlen ja, csak nehogy így hívják őket. Egyetlen szemtanúja van az esetnek, Aranyi László, aki ott volt. A helyszínen. Egyszerre volt szentesen a 8-ban tanítani, és ott. És ott volt, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nem tudom, hallottátok-e, de kiderült, hogy ki szeretne eljutni a jövő évi Eurovíziós dalfesztiválra, ugye, mert hogy nem sokára selejtezünk majd újra, nem sokára újra dalokat ismerhetünk meg. És hát van egy nagy visszatérőnk, aki azt mondta, hogy senki másnak nincs helye. Csak neki? Neki kell kijutni az Eurovízióra. Szintibor? Hát sajnos nem. Abban tudna hinni a Balázs. Sajnos nem. Sajnos nem. Már azt mondod, hogy újra próbálkozó, tehát akkor ő már volt. Volt már. Mármint nem, Eurovízió nem volt. Eurovízió nem. Hogy ki akart menni. Ja, hogy már akart menni. Eddig is akart menni. Hát mindenki, majdnem mindenki akart. Csonkapici? Nem. Eurovízió még nem volt. Csonkapici se volt, de nem ő. Gáspár Győző jelentette ki, hogyha ők egyszer kijutnak az Eurovíziós dalfesztiválra, ők megnyerik. Csak feltételes mozi. Hát még nem, hát annak van egy selejtezője. Hát tudod, hogy magyar azt is meg kell. Az emélynek van egy műsora, igen. Hát ők döntenek ott arról, vagy hát a közönség dönt arról, hogy ki menjen Eurovízióra. És akkor teljes romantik brigádra gondolt, tehát nem szólóként, ugye, hanem a két csajjal. Vagy egyedül akar menni? Nem, ő mint a Romantik akar kimenni, és azt mondta, hogy ha ők kijutnak, akkor leszámolnak a limonádi dalokkal, a semmiről nem szóló dalokkal, és kint a Romantik megmutatja Európának, hogy ők meg tudják járni az Eurovíziós dalfesztivált. Ha az említett két szegmens kimarad, akkor mit visz? Hogyha? Micsoda? Hát akkor elmondtad, hogy a semmiről nem szóló dalokról, ja, a limonádé dalokról le fog mondani, akkor mit akar kivinni? Újat most írnak, biztos. Egyébként meg van nem limonádé dal is. Hát az igen, csak nem neki. Ahogy mondjam el, hogy várjon rád, érted? Hát, ahogy akarod. Maga a szerelem, maga a törődés. Hát nem? Állítólag be kell küldeni egy magyar és egy angol dalt. Már mind a két kategória, ugye? Picit azért ugye ez már egyéb kérdéseket is felvet egyébként, de hogy a magyar nevezéshez kell egy magyar és egy angol nyelvű dal, és ezeket el kell küldeni. És lóvári betétet is terveztek, ugye? Aha. Tehát terveztek. És Indiától Luxemburgig, Brüsszelen át a lóvári ugyanúgy beszélik, úgyhogy hát így küldik majd be. Így küldik majd be a dalt, és a központi téma a rasszizmus lesz a Győzikénél, illetve a Romantik zenekarnál. Ők újra léteznek akkor? Tehát újra összeálltak? Hát ez szerint vagy, igen? Hát vagy pedig Győzike a jogtulajdonos, és ő önmagában is romantik. Tehát, hogy nem kell magában is. Igen. De ez hír volt pár héttel ezelőtt, hogy összeállnak, mert igény van rá, a közönség akarja őket, és megint romantik. Mert a közönség igényli, hogy legyenek benne énekhangok is. Így van, és Győzike akkor ezért jönnek zsuzsijék. Nagyon jó. Ők egyébként nagyon kellemes torkul, nagyon kellemes hangú énekesnek, tehát hogy velük semmi gond nincsen, sőt, ők nagyon jó. Egy Győzővel sincs egy karakter, nincs. Tehát hogy abszolút egy karakter. Bátor kijelentés, hogyha kijutunk, megnyerjük. Jó, hát ez elég bátor, nem? Hát egy Győzinek utóbbi 10-15 éve bátor kijelentésekről szól, tehát nem lepődünk meg rajta. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mert itt van Gáspár Győző. Jó reggel, Győző, hello! 1000 éve nem beszéltünk. Jó reggelt. Már a próbateremben? Igen, a próbateremben, csak javítanak két dolgot itt azért amit végighallgattunk itt a csajokkal, meg minden, hogy azt tudni kell, hogy Gáspár Győző 18. életévét ünnepli itt a magyar médiában. Sosem voltam énekes, és nem is akarok énekes lenni. Én egy roma rapper vagyok, és én ennyi. Az, hogy most én... Várjál, bocs, Győző, csak nagyon rosszul hallunk, te mibe beszélsz? Kihangosítóba, vagy hol? Nem kihangosítóba, csak itt a többiek hallgatják a rádiót, és... Lehalkítod egy picit, vagy arrébb jössz? Arrébb, igen. Kösz, csak annyira vízhangos, hogy szinte nem hallunk semmit. Na, itt vagyok. Na. Nem lett jobb sokkal? Sokkal jobb nem lett, igen. Belebeszélsz a telefonba? Nem, itt vagyok, most már tök jó, itt vagyok, sziasztok, itt vagyok, jó reggelt. Jó, tehát, hogy nem voltál soha énekes, ott tartottam? Én nem voltam soha énekes, Balázs. Figyelj, nem voltam soha énekes, mi 1999-ben kezdtük, és 2000-ben, hála Istennek, Rákóczi Ferinek, aki ott ül mellette, és elvitt minket rócsóra, eladtunk 89 000 példányszámot, ez a rádió segített nekünk abban, hogy játsszak a dalokat ész nélkül, akkor még Sanyi volt, és tényleg mi nagyon nagyot tettük. Hol a százalékok? Igen, hol a százalék a Ferinek? Hát az egy jó rádió volt. Hát onnan, hogy a Ferivel voltunk, Egerben voltunk, Békéscsabán voltunk, Győrbe voltunk. Nem mindenhol, ez igaz. Jó, belekeverted a Ferit. Végigkakniztuk az egész országot a Ferivel, és tényleg a Feri is megmondhatja, hogy végigkakniztuk az egész országot, és mi összeálltunk 2 héttel ezelőtt, és mi elkészítettünk egy dalt. Mi azért mondtuk erre azokra a dalokra, amik eddig kint voltak, és a Kalai Sanders kivételével, és a Sanders Otima, és tényleg az ő kivételével, eddig olyan dalok mentek ki az Eurovíziós Fesztiválra, hogy megmondom őszintén, most lehet, hogy sértő lesz sok embernek, de többet adtak arra, hogy nézzen ki egy ember, hogy kosztüm, nagy estéruha, hogy legyen a smink, hogy legyen a haj. Mi három ember van, Katinka jelenleg most szülte meg a kislányát, ő most egy picit ilyen kis kövérke, Győző, egy kis nagy darab, Zsuzsinak most volt az estő. Mi nem arra megyünk, hogy dizájna, mi nem a dizájna megyünk, mi arra megyünk, hogy van 2 jó hang, van egy olyan csávó, aki mindent elér, amit el akar. Mi ki szeretnénk jutni az Eurovíziós Fesztiválra, és Magyarországon még roma származású ember az Eurovíziós Fesztiválra nem jutott ki. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy Franciaországban a Voice című műsort a Kendji Girac nyerte meg, és azóta világhírű énekes lett, és ő is elvitte a lovari nyelvet, és híres lett. Megmondom őszintén, ő adta nekünk az ötletet, meg ő adta nekünk az egészet. Van ebben fantázia, tehát látom, abszolút, van ebben fantázia. Balázs, bocsáss meg! Nem, azzal támadtak tegnap is, tegnap előtt is az újságok. Könyörgöm, nem énekes vagyok, bocsánat, nem is akarok énekelni. Szerintem aki ezzel támadott, az nem ismer eléggé Győző. Tehát, hogy aki ezzel támadott, hogy énekes vagy, az nem ismer eléggé. Persze, vagy nem hallott még téged soha. Hatan lehet kimenni a színpadra, abból 4 profi, 5 profi énekes lesz a Katinka, a Zsuzsi, éleszek. Hogy néz neki a színpadkép? Vagy mi terveztek magatok mögött? Mi már játszottál a... Mi megmondom őszintén, mi az egyter romát szeretnénk kivinni, és ezt a kimondott vezítlábas cigány táncot szeretnénk, a cigány. Mi nem akarunk odavinni nagy kosztümöt, mi nem akarunk odavinni ilyen hajat, meg olyat, mi úgy, ahogy mi egyszerűk akarunk lenni. De tudod, hogy ahhoz először a magyar válogatót kell megnyerni. A magyar válogatót igen, be kell küldeni. Én hiszek abban, Balázs, mert hogyha nem hittem volna 1999-ben Salgótarjánból egy kis cigánygyerek, nem itt volna ekkora álmokot, nézd meg Magyarország fele utal, Magyarország fele szeret. Figyelj, én hiszek abban, hogy el fogunk jutni, mert végre valahára ne az legyen ma, hogy most melyik divattervező varja annak a lánynak a ruhája, melyik divattervező öltöztet, nem kell divattervező. Mi úgy megyünk, hogy Isten szentszerűen megszülettünk. Mesztelenül Győző. Azt viszont én akkor nagyon elkezdem támogatni, mert én ebben hiszek régóta, hogy valami nagyon egyéni produkció kell. Egyénit akarunk, figyelj! Azért gondold el, mikor megjelent a Fekete Vonat meg a Romantik a magyar piacon. Mi voltunk a legelső. Romantik, ja, Romantik. Igen, megjelent mint 2 roma zenekar. Utána jöttek sorba, jött a Karamell, jött a Gaspallaci, jöttek sorba a roma zenekarok. És nézd meg, most mennyien támadtak is, és mi olyat akarunk vinni, amire felfigyelnek. Kicsit olyan megmondom őszintén, egy Gypsy King, egy kis Kendji Giracot akarunk megtavarni. Gypsy King nagyon jó nyilván. Nagyon jó. De ott közben azért angolul is kell beszélni, valakinek megszólalni. Figyelj, lesz 6 sorom, azt a 6 sort szépen el fogom tudni azért, addig még márciusig meg fogom tudni tanulni azért. Azt a 6 sort el fogom romareppelni, a lányok szépen, és még a vokálba is fogok nekik segíteni, mert most, hogy gyakoroltuk, azt mondtak a lányok, hogy Győződtem, mert így fejlődtél, és vokalom is. Figyelj, Győző, de ha rám hallgatok, akkor nem tényleg valamilyen, megint ilyen közhelyszerűen a rasszizmus, nem tudom, menjetek ki, vigyetek ki, bulizzatok egy nagyot, legyen jó hangulat, vigyetek sok cigányzenét, mezitláb, táncoljatok ott egyet, és legyen jó az egész. De nem, belekeverünk egy ilyen a rasszizmus, ez az megint egy ilyen kicsit megkeseredett valami lesz. Csak legyen egy jó hangulatú, igazi cigányzene. Én egyet tanultam a te főnököttől, meg az én főnökömtől, dr. Kolosi Pétertől, aki megtanította azt, hogy Győző, soha ne politizál. Én nem is politizáltam soha, de ezt is az újság találta ki. Mi nem is nyilatkoztuk rá, hogy rasszizmus. Mi arról szeretnénk énekelni, hogy van ez az ország, és hogy mennyire jó ez az ország, hogy tulajdonképpen nem is rasszizmus, nekünk ez így is eszünk algalmas, hogy most rasszizmus, soha nem is használtuk, meg nem is foglalkoztunk vele, soha a büdös életben, meg soha, mert a műsorom sem arról szólt, hogy most mindig azt mondták, hogy lejáratom vele a cigányokat. Mit? Hát ez egy szórakoztató műsor volt a Győzikesről, és miről beszélünk? Soha nem az volt benne, hogy most én most vertem a mellemet, hogy ki vagyok, nem. Én hiszek Van benned lendület, ha így fogsz nyilatkozni, nagyon fognak szeretni. Tehát ezzel a lendülettel, ezzel a vehemenciával... Ablakot kell nyitni, hogy legyen oxigén. Figyelj Balázs, figyelj János, figyelj Ferenc, hiszek abban, hogy a Jóisten megadja azt nekünk, hogy márciusban az Eurovíziós Fesztiválon a Romantik, Völgyi Zsuzsannak, Kunovics Katalin és Gáspár Győző kint legyen. Mit üzensz a zsűrinek, Filipnek, Csiszár Jenőnek, mit mondanál? Ők döntenek, erről nem tudom, ki Piero, vagy nem tudom, ki lesz bent. Piero dönt, hanem az a gizda gyerek dönt, hogy hívják, veled dolgozott a Filip. Mit mondaná? Csiszár. Tudom, hogy nem kedvel minket. Nem kedvel titeket? De nem baj, nem a lemez a lényeg, az, hogy mit tudunk letenni az asztalra. Hogy mit tudunk letenni az asztalra. Mit tudunk letenni. Gyerekek, megírtuk a bőröm illatát, meg megírtuk a szeretem őt, és ez a rádió 2 éven keresztül játszotta. A Jaksó 60-ben 4 hónapon keresztül első helyen volt, és volt vasárnaponként a Zöldjézi Szabély műsora, amikor ez még a Danubius volt, igen. Több héten keresztül. Igen. Na, de hát akkor valami jót kell írni, mert most... Készen vagyunk, De ez nem az a dal, aminek már klipje is van, nem? Vagy... Ide, ha egy picit bejátszana megkeresni a fiú, akik ott van a szerkesztőtök, a Kendji Girac. Mi a címe? Mi a dal címe? Ugyan hasonló lesz, sőt, hasonló lesz, és egy picit a bejátszanátok, hogy a rádióhallgató tudja, hogy miről van szó. De mi a film címe? Vagy a dal címe? Mi a címe, Szabolcs, segíts nekem. Jó, hát mindent esetőhatsz. Imádlak, Győző, imádlak. Mindjárt bejátszunk. Mi a címe, Szabolcs? De meg tudod, nem vagyok jó, én abban vagyok jó, hogy meg kell csinálni. Kendji Giracot, ha megkeresitek, egy cigány. Keresd meg Kendji Girac. De a te dalodnak a címe mi? Hogy mit játsszak be? Mi a dal címe? A dal várja, melyik az? Segít Szabolcs, léci. Hát hiszem, Szabéd, megcsinálni. Játszok be alapot belőle, pont itt van az alappillanat. Miért nyomjak és százámot, hogy fölismerem el? Szabéd, léci, a főnök bajban van, segíts már. Játszatok ma vele. Kendji Girac. Ott van benne, ugyanez lesz, ha hasonlóban... Ja, már őt nyúljátok? De ilyen nincs, hogy Kendji Girac. Feri, ne vitatkoznám már. Hogy hívják a csávot, segítsetek nekem. Kendji ez egy női név. Nem, ott van a... Cindy Dalfer. Ez az alapja neki. Kendji Girac. Mi az alapja? Ez az alap, figyelj, mutatom. De ez már te dalod? Várjál, nyomok egy sezamot. Kendji, így van leírva, Kendji megvan. De ez most a te dalod? Nem, ez az, amit nyúlnak. Ja, hogy innen nyúltok. Hát egy picit, egy nagyon picit. De szeretnek Győző. Megköszönném, hogy tudja hallgatni, hogy miről is van szó. Ő lett a francia Voice-nak a győztese, és most volt itt Bécsben augusztus 29-én. Gyerekek, ha valaki megmondja, hogy írják, én beütöm, de nem tudom, hogy írják. Nem ismerem. Candi, mint Kendi? De nincsen, hogy Kendji Girac. Hát várjatok, még egyszer előre játszok. Várjatok! Kenjé már Szabinek! Kenj már egy picit idahagymába! 19 éves fiatal fiú! És Ken? Kendji Girac! Kendji Girac, igen! Ken Günyadi! Kijött nekem egy ilyen Ken Günyadi! Kendji Dragonsing! Ez se az! Becky G! Van egy Becky G! Egy fiatal gyerek, 19 éves fiatal fiú! Picit vakvezető irányítani. Nem baj, mindegy. Jó, tehát, hogy tőle nyúltok, ez a lényeg. Hát nem nyúlunk, hanem mi ezt szeretnénk csinálni. Ezt csináltuk a Romantikkal is, és ugyanezt akarjuk, és hiszünk abban, amit eddig csináltunk, mert Katinka és Zsuzsitó jobb hang. Mikorra kell leadni a dalt? Tehát hogy van a nevezés? Tessék? Hogy van a nevezés? Mikorra kell leadni a dalt? Ebben az évben kell leadni, de hála Istennek nekem az a szerencsém, hogy a cigány nyelvet nem kell angolra fordítani, hanem nekem egy az egyben a sámot azt úgy kell leadnom, hogy nekem már marad a cigány nyelv, mert azt ugyanúgy kell a színpadon is. A lányoknak lesz majd szegényeknek mondjuk, hogy őnekik angolul is le kell adni majd. Aha, ja, hogy neked nem nincs angol betétet, de nem énekelsz angolul. Azt mondta, hogy a világ nyelv, és akkor nekem nem kell angolul megtanulni, hála Istennek. Te figyelj, Győző, hogyha a Szabolcs tudja, hogy melyik dal, a Zsuzsi tudja, hogy mikorra kell nevezni, neked milyen szerep jutott ebből az egész sztoriban? Mert hogy eddig most nem tudtál semmit. Nekem most az a szerepem, hogy én producer managementként dolgozok ebben a produkcióban, én ilyenekkel, hogy most kicsoda nem foglalkozom, én azzal foglalkozom, hogy minél előbb elkészüljön a lemez, elkészüljön ez karácsonyi piacon, ott megyünk, itt ott megyünk. Ez az a piac, mi? Azt kell neked. Na jó, hát ha elküldi nekünk valaki ezt a Kendji Girac, akkor bejátszunk. Kendji Girac, vagy Kenji, ott van, és úgy is sikerül, ma vagy. Kendji Girac. Várjál, most diktál Szabolcs, Katalin. Várjál, oké, mondd. Katalin Elemér. Norbert, Dénes, József, Ibetű, Gébetű, I, R, A, C, A, N. Aha, ja, miért nem mondod? Kendji Girac. És mi a dal? Egy picit, hogy hallja Magyarország, hogy mivel is akarunk mi menni. De mi a dal címe? Vagy ez már a dal cím? Cool? Nem, az a cool. Cool. Na várjál, cool. Figyelj, oké, várjál. Figyelj! Ezt akarod lenyúlni? Nem, már lenyúltam. Énekel, Győző, hogy van? Figyelj, magyarul? Igen. Várja, magyarul, akkor várjatok, milyen a replé. Egy picit dalt, egy picit meg. Megnézed a szövegkönyvet? Én nem nézem meg a szövegkönyvet, a replét tudom. Figyelj. Most jön a replét. Figyelj. Nagyon! Ez a magyarul. Nem sokat gondolkoztatok. Nem sokat gondolkoztatok a szövegen. Rájkőnen. Ez már van írva cigányul. Aha. Hát akkor én is tudok. Zsukári. Jó, ez a dal. Tulajdonképpen ennek a fiúnak a lemezét letöltöttük, nem megvásároltuk. Ennek a fiúnak most lesz Párizsba egy koncert, el fogunk menni. Nekünk most ez a fiú az etalon. A romantik zenekarnak ez a fiú az etalon. Tehát finoman levettétek, átformáltátok, nem vettétek meg, lenyúltátok, és ezzel indulunk. Én ezt a sztorit... Bocsánat, csak volt egy... Figyelj, megfőztük a levest, és ő lesz nekünk a levesnek a betétől. Hogy mondjam neked a... Zöldség. Nagyon jó a gyerek, kimagyjuk. Győző, csak mondom, hogyha elmentek a srácok a koncertjére, a jegyeteknek a hátoldalán ott van, hogy hang és képfelvétel rögzítése, büntetőjogi következményekkel. Várja, neked jött! Szia, mondd meg a Janinak, hogy a Riskó készen lesz, mikor vigyem neki, puszilom az egész brigádot, beasszony! Ó, drága Bea, hozott nekünk zseni. Te jó. És tök jó, hogy átjönnek az SMS-ek is. Most nagyon rosszul hallunk egyébként, hol vagy megint a karancson, bujkálsz a velől? Hogy bujkálok karancson, várja, most azt mondja, hogy Kecskemétig 11 kilométer nekem. Jó ez a Kendji Giga, tök jó, tényleg. Jó gyerekek, figyeljetek ide, amit amíg belenyúltam, vagy botrány lett, vagy nem lett botrány, jó lesz. Jó, figyelj, én évek óta mondom, hogy valami egyénit, valami más. Ennyi, Jani, nem arra kell, hogy most milyen kosztüm lesz rajtad, meg hogy mennyi póthajad lesz, meg milyen sminked lesz. Nem! Itt vinni kell anyagot, kurva jó lesz. Azaz! Mit kérünk elnézést? De igaz, hogy a Julitól elkérted az én stylistom számát, aki a talent plakátra adott nekem egy ilyen huszárruhát? Igen, mert képzeld el, fölkért egy cég engem, és azt mondták, hogy ugyanolyan ruhát szerezzek a kölcsönző, mint amit Balázsnak van a talent plakátra. Ja, azt hittem, ebbe akarsz menni az Eurovízióra. Nem az Eurovízióra, hanem fotózok egy katalógust, és én ugyanezt a ruhát akarom Balázs megszerezni, úgyhogy nézd, csak utána dobjátok már a számot, hogy honnan van, jó? Jó, meg se kérdezem, hogy ez milyen katalógus, ahol téged ilyen ruhába fotóznak, bele sem merek gondolni, hogy abból ott mi lesz. Négy betű, és a két plázában van ez a márka. 4 betű, és Z-betűvel kezdődik, és imádom, ennyi. Ja, igen. Csókoltatunk, jó kár. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a hatalmas promóciót, mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, mert ennél nagyobb promóciót nem kaphattam volna hétfő reggel. Nem ez volt a cél. És ott állsz a színpadon, akkor ott megköszönöd a Morning Show-nak, jó? Még ott a színpadon a dal végén. Életemről, hogy megköszönöm. Ti voltatok az elsők, akik ebben segítettetek nekem, hogy a Magyarország megtudja. Köszönöm. Mi hiszünk benne, Győzike. Boldog új estet! Balázs és Feri. Vigyázz magadra, szevasz! Nem tudom tapsodni, még megy a Kendji Giga. Jó, és most hívjuk Rákai Filipet és Csiszányát. Ja, igen. Hogy mondják el a nevezésről a véleményüket. Jenőben nagyon hiszek, ő tovább fogja tolni őt. Biztos. Figyelj, van benne lendület. Csak így lehet, nem? Úristen, na hogy bírja ezt a szíve? Ő hisz magában, ő hisz ebben a zenében, ő hisz a zenekarban. Nagyon bírom. Nagyon van ilyen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hadd üzenjek azoknak az embereknek, akiket a hétfő rossz fejét tesz. Hogy most már mindjárt kedd. Most már megyünk bele a hétbe. Most már ne legyetek rossz fejét. De ezt mire mondod? Ismerjétek azt a típust, aki, hogyha találkoztok vele, illetve tudjátok, hogy benne vagytok a periférikus látásába. És lát benneteket. Na mi van, megint valaki nem hiszem? Ha csak nem nézed bele a napba. Tudod, de ez a... De mégse veszlek észre, de mégse köszönök. De mi van, tényleg nem látod? Aha. Ismerős, nem köszönt. Mi van, tényleg nem látod? Egy csomószor... Mi van, tényleg nem látod? Hm? Hát miért feltételez, hogy te megjelensz valahol, téged azonnal látnak? Akkor óvatosabban, mi van, ha téged nem láttak? Hát nem lehet téged nem észrevenni. A rohadt napfogyatkozásnál, jó? Akkor hosszan nem szabad belenézni, tényleg, mert ez lesz a vége. De nyilván undokul, elfordult, leköpött a földre, majd arrébb ment, nem? Tudom, gondolom, hogy miről szól az egész. Nem kaphatja meg a testemet. De ez mind... Akarja, ez pedig. Biztos, hogy erről ez megint a paranóiád, vagy tényleg látod? Nem, tényleg látod. Oda köszönte, hogy hello? És rád nézett, és nem szia. Mondott egyet, hogy nem szia. Nem nézem. Vagy neked nem hello. Kihívón nézem. Aha. Kihívón. De miért nem mész oda és mondod neki, hogy szia? De tényleg, miért nem mész bele egyenesen? Köszöntem. De én? Hello. Hát persze, rá kell szólni. Most köszöntél? Nem köszöntem. Hát akkor miért köszönt volna? Mert az esetek 90%-ában én köszönök. Ja, értem. Tehát volt egy ilyen kiköszön, kinekféle, ilyen mérjük össze a cerkát, kinek nagyobb, és végül és a két párbajvesztes nem köszönt egymásnak, akkor ez történt. Én sem köszönök. Én sem köszönök. Akkor a tested a szarja. De miért várod el, hogy egy nő köszönjen előre? Mi van, egy korrekciós műtétet ajánlott. Mi van, ha egy jól nevelt nő volt, aki azt mondta, hogy na, köszönsz-e, mutasd meg, hogy férfi vagy. Köszönsz-e nekem, Janika? Vagy János? Nem, mit mutassak meg, hogy férfi vagyok? Csak azt akartam, hogy köszönjük, nem akartam, hogy szép. De milyen világ ez, ahol nem köszönünk egy nőnek, elvárjuk, hogy köszönjön, majd megsértődünk, hogy nem köszön. Hát köszönj rá előre. Ő jött később. Szia, Ibolya. Igen. Aha, akkor mondjuk ő neki kellett volna. Neked ilyen köszönésparád van? Vagy ilyen köszönés fetisista vagy? Picit igen. De miért nem ugráltál? Hát akkor észrevett volna. Vagy egy ilyen tapsot. De négy ütemüzekben. Egy és kettő, jó reggelt, kollégina, hajrá, egy és kettő. Az a baj veled, hogy mindig a legrosszabbat feltételezed azonnal. Direkt nem köszönt, elfordította a fejét, hát utál. A legjobbat nehéz. Mi van, ha egyszerűen nem vett észre? Főzte a reggeli kávéját át az automatánál, a pasia bevallotta neki tegnap, hogy mit tudom én. Szeretője van. Mi azt hitte, hogy én csak átszaladt itt keresztbe egy poloska padlószőnyegen. Az volt az, azt gondolta, hogy nyílt napon és gyerekeket is beengedett. Ja, igen. Mit tudom én, mit gondol? Ezek se tudták sehol tenni a gyereket. Tudod, hányszor állok én is ennél a szörnyűséges automatánál, és próbálok, hogy szendvics legyen, vagy csoki legyen. Igazából egyiket sem ennék, de éhes vagyok, a büfében lusta, így állok, és belemerülök az automatába. Szendvics legyen, csoki legyen, aztán veszed észre, hogy ez egy vízautomat. Igen. Jaj, de forró ez a kávé, ha hiszen ez friss víz. Szóval, hogy ne feltételezd egyből azt, hogy nem vett észre. Hát ezzel magadat bántod. Tessék? Én a hétfőnek tudom be, mert van, amikor szerdán köszön. De nem azt mondom, hanem, hogy ne feltételezd egyből azt, hogy nem köszönt, feltételezd, legyél jó. Ja, most magamat bántom ezzel? Igen. Igen, legyél, hogy fáradt. Tulajdonképpen mit csinálsz? Ostorozod magad, hogy jaj, nem köszönt, nem köszönt. Én hogy mennyire mit más, tegyek, ugyanaz tegyek, hogy felhívom magamra a figyelmét. Nem. Istenem, hogy lehetek ennyire középszerű és szürke és nem, tudod, én mindig azt mondom, az ember valósága az, amit önmagában összetesz. Azt éled meg valóságnak. Nézzük meg, mi történik, amikor Bali kimegy, és ott áll egy nő. És mondjuk nem köszön. És megint egy kopony alapítörés. Aranyom, keljen fel erről a hidegkörről, hát még megfázik, mondanám neki. Dehogy is nem. Én azt feltételezni, eszembe nem jutna önmagamat valaki miatt ostorozni. Mit mondanék? Még ha köszönne is. Nem aláhúzok egy lábtörlőt, hogy legalább ne fázom föl. Nem. Azt mondanám, hogy biztos nem látod. Mi a különbség? Ugyanazt a dolgot ítéled meg, de az egyik ítéletben önmagadat bántva lealacsonyítod magad, a másik ítéletben feltételezed, hogy nem veled van a baj, hanem biztos nem vett észre. Kvázi két dolgot feltételezel azonnal jól, hogy ő nem vett észre. Hasonlíts össze, nem magaddal, mert aki egyszer téged látott, az már azon mindig téged lát. De most csak viszont mert Jules kb. Olyan, mint én. De most akkor ezt a dicséretnek Jules. A Jules kimegy, ráborul az automatára, alszik egy órát, innen indulunk. Igen? Támasztja az automatát. Hát persze, hogy nem köszön rá. Nem is zavarja. De nem azt mondom, tehát, hogy nem mindegy, hogy mit raksz össze a saját világodból. Tehát ez egy valóság, amit te így érzékeled. Meg akarom mutatni, hogy a valóságnak többféle érzékelése van. Én azt mondanám, hogy biztos nem vett észre, azért nem köszönt. Ugyanazt a valóságot éljük meg, de mégis más szubjektív hálón, szubjektív szemüvegen keresztül. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy nem vett észre, azért nem köszönt. Pedig róla is rosszat gondolsz, de leginkább magadról gondolsz rosszat. Mondd azt, hogy biztos nem vett észre. Mit mondasz? Ugyanazt a valóságot ítéled meg, és de róla jót gondolsz. És ma sem. És már két hónap róla is jót gondolsz, hogy biztos álmos volt, nem látod, de magadat sem hozod olyan helyzetbe, hogy nem vett észre, miért nem vett észre, elközel, és akkor elmészted magad, rosszul esik, tudod, és akkor így nem ugyanaz a valóság, két különböző megítélés. Volt valami a férotok? Nem. A rég múltban? Nem. Semmi. Tehát mivel húzhattad ki nála a gyufát? Nincsenek ilyen a film, beszól. Hogy vagy megházasodtam. Lehet, hogy szerelmesen dühös. Tehát lehet, hogy van benne egy... Hallgatott minket 6-kor, és hallotta, hogy mit tudom, itt elmondtad, hogy hol voltál hétvégén a családoddal, a gyerekkel, a Mónikával, és ő most dühös. Így van, és azt mondta, hogy itt van ez a kis köszönöm, ez a kis valaki. És nem is köszönök neki. Uh-huh. Tehát ő szerelmes, és így adja a tudtodra. Képzelem magam, az a kis Istenem, annyira imádom, annyira Isten lehet az enyém. Nyilván ez történt. Nem? Én valahogy ezt érzem. Kérdezz meg tőle. Hogy? Hogy szerelmese beléd. Oda mész, megkultogatod egy kicsit az arcát. Nem szabad, nem szabad azonnal mindig mindent magadra venni, mert tele lesz a hátizsákod, és azt nem tudod lerakni. Tehát, hogy próbáld meg egyszer. Mi van? Milyen lesz tele? A hátizsák. A putony. Hogy folyamatosan pakolod bele ezeket az általad negatívnak megítélt dolgokkal, tulajdonképpen azt hiszed, hogy ez így van, de közben csak a saját megítélésed miatt mondod azt, hogy biztos nekem nem köszönt, érted? És agyon nyomja? Köszönj egyszer úgy, hogy nem köszönsz nekem. Nézd meg, hogy mit csinálok. Jó. Szia Jules, szia Feri, és ő neki nem. Azt el tudom képzelni, hogy téged ez mennyire megzavarna. Semennyire. És gondold el, mindenki abból tennéd össze a saját önértékelésedet, hogy most véletlen valaki nem köszönt. Hát ez minden nap máshogy teszed össze az önértékelést. Ma köszöntek, ma jó vagyok. Ma nem köszöntek, ma nem szeretnek. Ma nem köszöntek, ma nem szeretem magam. Ma rám köszöntek, ma nagyon szeretem magam. Hát mennyire labilis lennék, érted? Jó, akkor majd tényleg majd nyitok felé. Jó? Mit jelent, hogy előbb? Ne, oda megyek meg, egy kapucsinóra. Ott van ez a beengedő, automatikus, akkor oda támaszkodok, így ránézek, látom, hogy kb. Akkor most kell bejönni, oda támaszkodok, és arra jön, és köszönöm, hogy hello. Beengedhetlek, baby. Natúra vagy panír? Hát úgy, aztán nagyon szimpatikus lesz. Szerintem. Lehet, hogy először egy picit bántónak fog érezni, de amikor jobban belegondol, akkor szerintem a natukt választ. De azt mondod, hogy egyszer köszön, egyszer nem. Igen. Ugye? Lehet, hogy amikor köszönt, akkor se neked köszön. És azért összekever valakivel? Tehát ma csak simán összekevert valakivel. Érted? Vagy nem ismert meg, vagy amikor köszön, nem neked köszön. Ott állt mögötted Balázs. És annak baromira örültél, hogy végre köszönte, akkor se rohadtul neked köszön, csak most nem állt mögötted senki. Nem. Lehet. De kivel keverhet össze? Mikó Istvánnal? De most komolyan. Mondom, ilyenkor a megoldás, hogy fölugrasz és tapsolsz egyet. Vagy csak tapsolok és kiáltok. Hey, itt vagyok! Hey! Én ezt simán el tudom képzelni. Vagy nyomsz egy négyütemű fekvő támaszért, vagy gurulsz egyet ördögszekérbe, vagy megfogod a lábát és gurultok egyet. Az a baj, hogy a gurulásban ugye van egy olyan pillanat, amikor nem látom őt. És amikor felállok, és nem lenne már ott, az kellemetlen lenne. Szerintem a tapsolás kiáltás az jobb, az a járható. Hey! Ha úgyse. Akkor megvan, igen. Figyelj, hogyha... Ha viszont azt halljátok majd kintről, vittem, két megszólás között, hogy hey! 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 Akkor egy delegáció érkezik. Kérdezi a Feri, hogy mi ez bal is semmi, jöttek 10, és egyik se köszönt a Janinak. Ja, üzemlátogatáson, de úgy látszik senki nem köszön. Jössz be nagyon leizzadva, tért, és lenyomtál 24 ütemű fekvőtál, azt ugrottál, 6-ot tapsoltál, 4 Fosburyt belekevertél. Vagy valami kozák tánccsoport érkezett, és így gyakorolna. Igen. Na. Egy érdekes témával folytatjuk, egy kimutatás szerint az ember, ha részeg... Hey! Ja, csak jött valaki. Nyugi, de nekem köszön. Jaj. Az ember, ha részeg, sokkal bátrabban küld üzenetet, és ezen üzeneteket, ha nézzük mennyiségileg, 60-70%-át részegen állítólag mi megbánjuk. Erről szól egy újabb kutatás. Megvizsgáltak olyan SMS írókat, akik alkoholos állapotban küldtek el SMS barátnak, feleségnek, barátnőnek, és kiderült egyébként, hogy az ember valami olyan tudatállapotba kerül, ilyenkor nyilván megvilágosodik a sok alkoholtól, hogy másnapra az SMS-ek 80%-ára vagy nem emlékszik, vagy megbánja, vagy úgy érzi, hogy nem kellett volna elküldeni. Hát ez milyen szép dolog, mindenki volt már ilyen helyzetben. Amikor is, ugye, hát megírod, felbátorodsz, elküldöd, és vagy holnap jössz rá, hogy mit küldtél, vagy amikor az este hátra lévő részében már józanodsz. És elolvasod újra a telefonodat, hogy úristen, ezt tényleg elküldtem én. Mitől lehet az alkoholol, gyagátlást? Valószínűleg ettől, nem? Mert hát szép a világ olyankor, kicsit kinyílik a régi szerelmeidet, visszasírod, és ma indítasz egy és indítod az üzeneteket az exeknek, vagy indítod az üzenetet a főnöködnek, vagy azon kollégádnak, aki egyébként nem merted neki megmondani hétköznap, hogy mit gondolsz róla. Bátrabb ugye? Vagy, ez igaz, viszont ugye a helyesírási készség és a fogalmazási készség a nulla felé indul, már csak ezért is érdemes visszaolvasni. Akkor van szerencsét, hogyha tényleg nem tudsz egy értelmes szót beírni. De én látok különböző bulikban tényleg ilyen embereket, akik valahogy annyira le tudnak részegedni, hogy grafománok lesznek, és elkezdenek írni. És megkérdezed, hogy kinek, és tényleg most megírom. Most mondom neki. De ez a főnöknek megy át, igen. Most a feleségemnek. Hogy ez rám ez így soha nem jön. Vagy így nem is szoktam sűrűn nagyon berúgni, de ha berúgok is, akkor általában ott van. Mert olyankor elveszik a telefonodat, tudom. De nincs ez a fajta grafománia rajtam, hogy akkor most nagyon ki kell, hogy írjak magamból valamit. Te írogatsz? Nagyon amikor... jó, persze. Tényleg? Hát már nem csinálok ilyeneket, de régen még. Már neked is le van tétve a kimenő. Van egy nagyon jó app rajta, tudod, ami azt csinálja, hogy ha SMS-t akarsz írni, akkor rákérdez 3 kérdéssel, és hogyha te túlmész a 3 kérdésen, akkor enged. Tényleg elküldöd annak a gyökér? Biztos, hogy ezt akarod írni? Érted? És ha a 3 kérdésen túljutsz, akkor engedi, elküldi az SMS-t. Nem hiszem el. Tehát önmagunkra vigyázó applikáció, hogy ne küldjük el. Ne írjál hülyeséget részegen. És szorzási, osztási feladatokat kell, vagy lexikális tudás, vagy csak ő kérdez valamit. Nem, hogy... az, hogy önrészeg? Nem. Tényleg azonnal nem. Lezár. Tényleg nem ez a 3 kérdés. És most mondja vissza azt a szót. Tehát a program bevizsgál engem, hogy én részeg vagyok. Így van, hogy alkalmas vagy az SMS megírására. Ha ez igen, akkor engedi elküldeni. Ha nem, akkor vége. És ha úgy értékeli a program azt, hogy akkor te most ne küldj, nem vagy olyan állapotban. Letiltja az SMS küldő funkciót, amíg túl nem jutsz a 3 kérdésem. Kinek ír ilyenkor az ember leginkább? Főnöknek? Szerintem a főnököket osztják ki nagyon. Rengeteg olyan főnök van, aki péntek szombat hajnalban nagyon sok, vagy vasárnap hajnalban nagyon sok SMS-t kap. Exed. De az exednek miért írnál? Az exednek szerintem maximum a csajod ír, nem? Vagy te ki vagy borulva, vagy elhagyott, ha vagy persze, megcsal, akkor mondjuk igen. Tehát ha van sértettség, akkor igen. Neki, hogy... Akkor megírod neki, hogy egyébként meg... mennyivel jobb pasival vagy te most együtt, és egyébként is milyen kicsi volt neki. És én nem írok ilyet, hogy jobb pasival vagyok, de igen, de előfordulhat. Exeknek, főnököknek, szerintem ez a két nem kolléga, még a kolléga szokott. Ex-főnök és kolléga. Ugye? Így van. Na, nézzük meg, hogy igaz-e ez a kísérlet. Drága hallgatók, gondolkozom mindenki az elmúlt pár évből, hogyha volt olyan szituáció buliban, esküvőn, bármilyen lerészegedés alkalmával, amikor ti úgy éreztétek, hogy most eljött az igazság pillanata. Most vagytok annyira részegek, vagy annyira őszinték, hogy el kell küldeni a főnöknek, barátnőnek, szeretőnek. Vagy éppen jelenlegi párkapcsolatnak, az is egy dolog. Vagy ez is egy érdekes dolog. Hogy most megvilágosodsz, erőgyűjtesz, a haverok felturboztak, és elküldöd neki, hogy mit gondolsz valójában. Akkor írjátok meg nekünk, hogy milyen állapotban volt, és mi volt az SMS szövege, ha emlékeztek rá, hogy mit írtatok, nem kell egészen pontosan, csak mit kapott a főnök, a barátnő, a feleség, vagy az ex. Te se vagy az a nagy küldözgetős, nem? Ugye? Nem. Inni is ritkán szoktál, de hogy nem érzed azt. Akkor én már nem tudom kezelni a telefont, tehát hogy akkor már megkapcsolni se tudom. Én azt vettem észre, hogy te akkor szóban vagy gyilkos. Tehát, hogy neked jó, de akkor ő nem válogat. Viszont nem, én nem bánom meg. Általában nem bánom meg. Igen, de nálad nem kell, hogy 1,5-2 deci borra, és elkezdesz mészárolni. De aki a köz... Ilyenkor mindig örülök, hogy azért van köztünk egy olyan kapcsolat, hogy nem én vagyok a céltáblán, én csak állok melletted egy szintén. Majd akkor elmesélem, hogy mit mond, amikor nem vagy ott, jó? Az is lehet. Én nagyon szeretem az ízni. Én beállok, fogom a kis boros poharamat, és János... Kicsit megbököd, hogy most adjál. Ott jön. És János elindul. Elindul és mészárol. De szép is az Isten. A 2004-es Sziget Fesztivál volt a legjobb ebből a szempontból, de ezt már meséltem nektek, kitelepülésen voltunk. Akkor még délutáni műsort csináltam a Péter Petrával. Picit és... megvilágosodtál? Nem picit. Úgy érezted most, ha világosodik az ember, az nagyon világosodjon meg, és a tankcsapda koncerten pedig ráadásul főnökre vonatkozó információk is elhangoznak, ugye vannak olyan dalok, amelyek... Tehát a szigeten az ember, igen. Na, és én már jó voltam, és akkor éreztem, hogy az akkori jelenleg programigazgató úrnak kell írjak egy SMS-t, ami után mondta, hogy akkor mindenféleképpen beszéljünk, és ráadásul az volt, hogy elkezdett hívogatni, én meg tudod, kinyomtam. És rossz, ez a nagyon rossz bátor része, várjá, tudod, aki kinyomja. És utána írtam neki, hogy most megalázó lenne, beszélgessünk, értsd meg. Fú, és ez az érzelmes, ez a nagyon rossz részeg, aki kicsit érzelmes, kicsit sértődött, kicsit, de azért be akar olvasni. Most mindenért megkapod. És kicsit magát. Mindenért megkapod, na ez voltam én. A Tankcsapda koncert, mondtam, nem gondolod, hogy meg a Lukácsot hallgatom, és nem téged. Ilyeneket írtam neki. Szerintem nagyon örül. És az idő jó, de rossz a hely. És... Igen. Amit mond a Tankcsapda, igen. Hát ezért mondtam, hogy oda vonatkozó szövegrészek voltak, és akkor így és azt hitted, hogy kirúg, és azt mondta, nem, a büntetésed lesz, még 4 évig ugyanezt a műsort kell csinálnod a Petrával. Ha nem, jó volt. De ez is jobb egyébként, hogy ezt küldted el, mint hogy azt küldted volna el neki, hogy györgössze a lepedőt velem. Igen, ez is egy Tankcsapda szöveg. Na jó, drága hallgatók, tehát kinek mit küldtetek el illuminált állapotban, jó? Feleség kapott-e, főnök kapott-e, kollega, vagy éppen barátnő vagy ex. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06 645 00 00, 9:31, vagyis 9:30 inkább. Hova ment? Kiment köszönő próbára? Valószínűleg igen, megint bedobja magát. Megőrülök neki, mennyi harca. Tapsolj, kiállj! Megőrülök, mennyi harca van a világgal egyébként. Döbbenet. Most elment megnézni, hogy ott van-e. És újra tesz egy próbát. Igen, János még nincs itt. Egy buliban Anna helyett anyának küldtem gusztustalan tartalmú üzeneteket. Írja egy hallgató. Az nagyon szép, amikor a saját anyád meglátja, hogy nem vagy túl jó állapotban, és elolvassa, hogy mit gondolsz egyébként Annáról. Ugye arról beszélgettünk, hogy egy kutatás szerint az emberek 70%-a megbánja azt, amit buliban küld, mert hogy az alkohol miatt egy kicsit felbátorodunk, és hát leginkább alkoholos állapotban merjük, tudjuk kiosztani a párunkat, az exünket, a főnökünket, vagy éppen egy-egy olyan barátot, aki megbántott bennünket. És a legszebb, amikor ez Anna helyett anyának küldöd el, és még részegen megpróbálod fölhívni az anyádat, kimagyarázni, hogy de ezt nem neked akartam küldeni. Hát, akkor nem szabad telefonálni. Ja, igen, nagy jó SMS-ek vannak. Leittam magam, mert kiderült, hogy megcsalt a barátnőm. Megírtam neki, hogy egy utolsó ribés, hogy fájjon neki azt is, hogy a húga sokkal jobb volt az ágyban. Anikó helyett anyának ment, volt nagy csend a húsleves felett vasárnap. Ezt Dave küldte nekünk. Ja, Istenem. Tapsolták, kiáltottál? Voltál? Nyomtál 4 üteműt? Figyelj, annyira ég a tenyerem. Vannak érdekes történetek, közben SMS-ezünk éppen. Tuti egy nehéz vizsgámon, euforikus állapotban. Ja, túl egy nehéz vizsgámon, euforikus állapotban írtam a férjemnek, hogy mit, hogyan és hányszor csinálunk, a hazamegyek. Majd ezzel a lendülettel elküldtem a fogorvosomnak. Aki visszaírta, hogy jöhetsz. Ez már azért inkább a félremenő SMS kategória, de most beolvastam, most még kifejezetten arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor írt az ember alkoholos befolyásoltság alatt SMS-t. Egyébként a fogorvosom visszaválaszolt, hogy rajta nem múlik. Puszi, Júlia. Igen. A volt nejemnek írtam meg a vállás után, igen, hogy a főnökasszonyával csaltam meg egyszer, ő erre, én meg a tiéddel téged többször is, válaszolt a volt neje. Erre írtam a főnökömnek, elmondom a nejének, milyen kecseg disznóval él együtt, a neje elolvasta, egész éjjel vele sírtam egy parkban borral együtt. Ezt nem tudom kibogozni, ezt a történetet. Itt mindenki volt mindenkivel, nem? Én a főosztályvezetőmtől kérdeztem meg alkoholos állapotban hajnali 2-kor, hogy átmenjek lehúzni róla a bugyit. A probléma az volt, hogy egy 110 kilós férfi. Tibi bácsi küldte nekünk. Lehúzom róla a bugyit, igen. Egyetemi szalagavató után úgy berúgtam, hogy apámnak ki akartam fizetni a benzinpénzt, amiért eljöttek a műsorra. Jó a műsor, már küldte nekünk. Én alkoholosan a vízvezeték szerelőnek nyomtam félre egy SMS-t, amiben szerelmet vallottam. Ő boldogan visszaírt, hogy jó, ez neki nagyon jó, és neki tetszik, és én is bejövök neki. Timi küldte nekünk. Részegen küldött SMS-ben szerelmet vallottam a sógornőmnek, de sajnos a feleségemnek címeztem. Gondolom névvel együtt írtad. Már hogy odaírtad az ő nevét. Mert hogyha nincs rajta név, akkor még kimagyarázható valamennyire a dolog. Hogy még mindig lobog az a tűz. Hát a feleségednek elküldöd a sógornődnek szánt szerelmes üzenetet. És ugye nevén nevezett, hogy szia Ica, a felesége tudja, kiről van szó. Azért az nagyon kemény. Gondolom nem mentél haza. Utána egy darabig. Igen, főnökömnek nagyon utállak, a többit majd hétfőn elmesélem. Ezt küldtem SMS-ben. Ez jó, ez elég nagy képű. Nagyon utállak, a többit hétfőn elmesélem. Hétfő reggel behívatott, én nem emlékeztem semmire, mondta, hogy akkor meséljek. Én kérdeztem, mit. Ekkor mutatta meg az SMS-t, írja egy hallgató. Hát, hogy nem voltál ott akkor velem, és hogy nem együtt buliztunk, már olyan jó lett volna, annyira hiány, aztán na megyek. Igen. Én az akkori apósomnak küldtem egy MMS-t véletlenül, alkoholosan, amiben magamról volt egy mesztelen kép, és ennyit írtam: a lányod után most te kapd be. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Azért a papai nézi, üzenet, MMS, ki a fene küld nekem MMS-t? Ott áll a vejed, ugye? A lányod férfére áll mesztelenül, a lányod után most te kapd. Csúnya dolog. Kellemetlen volt vele az orvosi rendelőben találkozni. Ráadásul a papa orvos, igen, az nagyon-nagyon szép. Lányom az apjának írt. Szülinapom van, mert mindig elfelejted. És be is vagyok rúgva amúgy. Ez helyes. Egy tiltakozó kamasz, aki részegséggel próbál tiltakozni, hogy az apja elfelejti a születésnapját. Őszintére ittam magam, és ittasan megírtam a véleményemet... Megírtam a véleményemet, várjál, keresem, nagyon elugrott az SMS. Megírtam a véleményemet Facebookon. A hölgy állandóan teleírja üzenetekkel az üzenőfalat, hogy becsületesség így, őszinteség úgy. Én szóvá tettem, hogy akkor hogy megfogtak a Tesco-ban ruhalopással. Mi van? Micsoda? Mi is értem, megfogták ruhalopással. Na igen, aztán még egy-két SMS. Én minden italozáskor elmondom az őszintét, hozzáteszem, hogy majd hétfőn bocsánatot kérek. De az nem az szép, az gyenge, nem? Ugye? Volt barátnőmnek küldtem SMS-t részegen, én szakítottam vele, és vissza akartam könyörögni magam, de mégis azzal zártam le, hogy remélem nem lesz boldog az aktuális párjával. Jó, sikerült a könyörgés. Kínosan kellett telefonálnom. Írja ezt is egy hallgató. Szilveszteri buli után vallottam szerelmet egy férfi kollégának. Hétfő reggel ő volt az első, aki a földszinten szembe jött. Végtelenül kellemetlen volt. Ezt ilyenkor utólag az ember nem akarja egyébként megbeszélni valahogy. Na de ha nem? Szerelmet vallasz neki, akkor lehet, hogy szerelmes is vagy bele. Akkor hát, meg már miért nem állsz bele a sztoriba, nem? Hát akkor már azt mondanám, hogy figyelj, azért írtam meg, mert egyébként tényleg szerelmes vagyok beléd, és végre kijött. Igazad van, szerintem ráadásul, most persze mondjuk ezt, hogy csúnya ital, meg hogy idézőjelesen őszintére ittad magad, de azért ezeknek az SMS-eknek elég komoly valóságtartalmuk van, ezt valljuk be. Na ezt mondom, hogy ráadásul találkozol vele hétfő reggel, mert szombaton részegen megírtad neki, hogy kolléga, szerelmes vagyok, magába járjunk, akkor miért nem folytatod? Akkor mondasz, hogy figyelj, tényleg ez van, tényleg szeretlek, ciki, nem ciki. Józalon is ezt érzem. Igen. Sziasztok, srácok, én egyszer egy átmulatott iszogatós éjszak után hazakísértem egy lányt, aki felhívott magához, a dolog megtörtént, miután hazaindultam, fáradtan, piásan, véletlenül a lánynak küldtem el a haverom helyett, felcsíptem egy kis szőkét, és jól meg is kapta magáét. Nem kellett többet menni, gondolom. Amit nem akarsz olvasni, amit nem akarsz nőként olvasni. Figyelj, akkor ő is rá jól megadta neki, ha jól akarta állod. Szerintem meg mindig nem tért magához. Hallod, Józs? És elküldöd ezt a lánynak. Igen, hát azért az finom. Páromnak küldtem a következőt egy csapatépítőn. Ha hazamegyek, beleharapok a szép fenekedbe, csak vége lehetne már ennek az idióta csapatépítőnek. Képzeld, az idióta főnököm itt ül mellettem és vedel. Elküldve, mivel ittas voltam, Barbie helyett Baromarcunak, alias a főnökömnek. Aha, szép neve van a főnökömnek. Egyébként, ha már éppen elment a főnököd, igen. Én a főnök asszonynak írtam erotikus tartalmú teli üzeneteket egy illuminált éjszaka keretén belül. Az üzenetben ennyi volt, hogy úgy elkaplak, hogy másnap lábra se tudsz állni. Válasz a következő volt: várlak bátran, és ha igaz a dolog, még fizuemelést is kapsz. Mondd már meg, hogy átmentél le. Mondd már meg, hogy mi lett a folytatás. Jó fej a főnök. Egyébként nem? Tehát nagyon, itt a főnök asszony, az rendben van. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Most szerdán egy nagyon fontos évfordulóhoz érkezünk, mert hogy Marty McFly, szerintem sokat mond valamit ez a név. Marty McFly és Doki, ugye a Visszajövőbe című film második részében pontosan 2015. október 21-ébe szaladt bele. Vagyis ők, amikor elindulnak 1985-ből, akkor 30 évet mennek előre, ugye az időben, és megérkeznek 2015. október 21-én a jövőbe. És egy csomó dolog van, amiről azt gondolták a készítők 1985-ben, hogy ez 30 év múlva már a realitás lesz, és bizony repülőautók és önbefűző cipők között fogunk majd száguldozni. És próbáltam én is így visszagondolni, hogy mi volt ebben a filmben, és azt kellene megnézni, hogy mi az, ami végül összejött, és mi az, amiben igazuk lett, mert hogy 2 nap múlva van ez a nagyon fontos dátum, a filmrajongók tudják, ugye, hogy hát ez alapmű igazából, ha valaki nem látta, nézze meg vissza jövőbe. 3 rész készült belőle, és egy DeLorean segítségével jönnek-mennek. Jönnek-mennek az időben, hogy 1985-től 2015-től pedig 1885-ben vannak, ugye, a vadnyugaton. De a DeLorean csak a kaszni, ugye, mert ott a fluxus kondenzátoron van. Igazából az biztos, hogy nem jött össze. Az nem jött össze, főleg nem olyan fluxus kondenzátor, ami adott esetben konyhai hulladékkal is működik, például banánhéjjal. Úgy, igen, a másodikban már ugye rájön, hogy már nem kell hozzá más, csak sima háztartási szemét. Na, ugye arról szól, hogy van egy őrült doki, a feltaláló, aki tényleg rájön, hogy időgépet tud építeni, megépíti, és mindenféle kalandóba keverednek Marty McFly-jal, Michael G. Fox-szal, és utaznak. Láttad? Vagy hát az első. Talán az első, igen. Atya ott van Isten. Az a villámcsapással jönnek vissza? A villámcsapással mennek vissza a jövőbe. Igen, nem, vissza a jövőbe, ahonnan jöttek. Az első dereng talán az, de lehet, hogy csak félig láttam azt is. És se a másodikat, se a harmadikat nem láttad? Képzeld el. Na, hát pedig ez nagyon jó. De mutatom neked az időgépet, az így nézett ki. Tehát ez volt maga a kis DeLorean, amin száguldottak, ugye? És ebből épít a doki egy jövőbe utazó időgépet. Hogy van ez, hogy megnézted az első részt, és azt mondtad, hogy nem érdekel már a második, vagy ez nem jutott el hozzá? Nem, ott a rock and rollt még élveztem, ebben van, hogy gitározik, ugye? A Marty McFly, ő lesz Chuck Berry. Illetve Chuck Berry tőle lopja el azt a legendás riffet. Igen, és nagyon vigyáznia kell, hogy nehogy összejöjjön a saját anyjával. Aha. Igen, mert a saját anyja beleszeret. Na, itt vannak 2015-ben, és ez pont az a rész, amit meg akarok nektek mutatni, amikor megérkeznek a jövőbe. Éppen ülünk. Most mondja el a csajának, hogy időgében ülnek. 2015 van. 2015. október 21-e. Jó ég, tehát nem vicc az egész. És megismerhetjük a jövőnket. Doki, azt mondta, házasok vagyunk, ugye? Igen, házasok. Igen. És nagy esküvőnk volt. Azt is láthatjuk, milyen volt az esküvőnk. Na igen. Vajon milyen lehetett az esküvőíró? Na, hát itt a dokinak ugye feltűnik, hogy a csaj sokat kérdezősködik, majd kiiktatja, elaltatja, a szemébe világít egy ilyen kis lámpácskával, és a csaj azonnal elalszik. És a kérdés erre vonatkozik, ugye már ezen kezdhettek gondolkodni, hogyha most lehetőségetek lenne arra, hogy megalkossatok valami olyat, amit lehet, hogy csak 20-30 év múlva találnánk fel, mi lenne az? Ugyanis szerintem a készítők is úgy gondolkoztak, hogy mire lenne igazán szükségük 1985-ben, és ugye hát a fantáziájuknak köszönhetően megalkottak egy csomó dolgot, amiről azt gondolták, hogy majd ez már létrejön 2015-ben. Nem lett egyébként igazuk, és a legtöbb dologban tévedtek, mert nem sikerült eltalálni, hogy mi lesz. Ugye ott voltak a repülőautók, azt gondolták, hogy 2015-ben már 30 év múlva simán repülnek majd az autók. Ez nem jött össze. Hát ez nem. Ez nem jött össze. Jó, de ez már mondjuk annak idején a Fantomas filmekben is megjövendőlték, és sajnos jó, de ők nem mondtak dátumot. Mondjuk ez is így. Az önmagát megszállító és méretre igazodó Jackie is ugye volt már, hogy az 2015-ben realitás lesz, hogyha vizes vagy, belebújsz ebbe a kabátba, megszárítja a hajadat, és méretre igazítható. Az egy hatalmas baromság volt, mert hogy azért valljuk be őszintén, most egy olyan kabátra miért van szükség? Egy vízlepergető hatású kabátra van szükség, olyanra, ami nem ázik át, onnantól kezdve nem kell leszállni. Azért azt bírnám, megnyomsz egy gombot, megszárítja a hajadat, azért azt bírnám. Tehát az nem lenne rossz. De és a méretre állíthatósággal azért nem volt baj, mert ők ugye kitalálták, hogyha megnyomsz egy gombot, igen, akkor az felveszi az alakodat, és feltűri a kabátnak az ujját. Tehát méretre állítható. Mondjuk is méretre állítható. Függetlenül, tehát hogy maga a művelet, és utána a végeredmény hát. Igen, aztán volt ugye a légdeszka, amin kísérleteztek, hogy azt megpróbálják megcsinálni, de nem sikerült túl jól. Ez valaki megcsinálta? Ez meg is van már ez a légdeszka, csak hát egy speciális pálya kell hozzá, amin lehet használni. Tehát kint az aszfalton még nem tudod használni, de magát a deszkát és a hozzátartozó pályát, azt már létrehozták, ez már kész van. De a filmben nem pályán ment, hanem bárhol tudtál légdeszkázni. Kivéve vízen, azt hiszem. mert hogy ott talán ott volt egy olyan részben, amikor a vízen nem működik. A vízen nem működött. Tehát a múzeum előtt ugye a vízen, vagy a könyvtár előtt ott hiába hajtott, ott nem működik. Volt például egy nagyon jó szerkezet benne, a pizza hidratáló. Arra emlékeztek? Amikor a hidratálógép, ami arról szólt, hogy beraktál egy ilyen kis vitamin nagyságú kis pizzát a mikroba, és ha 4-es hidrációra kérted, akkor az azt jelentette, hogy kb. 20 másodpercen belül neked meghidratálta a pizzádat. Ez egy nagy pizza lett belőle. És egy zacskóból elővett 4-es hidráció, benyomja a 4-es gombot, és azt mondja, hogy nagy éte, aztán igazán tudsz pizzát hidratálni. És ki, jelentsen ez bármit is, és egy ilyen kis téli szalámi méretű pizzából egy nagy 40 centis fortyogó, gyönyörű pizza lesz, amit ő ugye kivesz a mikróból. Ez se valósult meg, nem tudták megcsinálni. Nem tudom, hogy akarták, de nem tudták megcsinálni. Amit megcsináltak, az a telefonszemüveg, ennek valamilyen, hát Google-os változata, ugye a Google Glass létezett, aztán ezt lefújták. Mert ugye a telefont ő maga elé veszi, és ott látja, hogy kicsönget, kikeres, mi hiányzik a hűtőből, tehát ezt ők már 1985-ben gondolták, hogy ez meg lesz. Akkor ez, de az már nincs, már azóta törölték a Google ezt, tehát az már nem egy futó projekt. Azt lefújta a Google, és azt mondták, hogy ezt köszönik, ők nem. Még kísérleteznek rajta egy ideig. Tehát ez működött, ez megvan ez a rész, mikor lehúzza maga elé. Jó. Aztán azt mondja, hogy mi van még. Összecsukhat. Az a cipő, amiről meséltetek. Azt megcsinálta a Nike. Ja, az de van. Csak egy ilyen 1500 darabot. Állítólag akarnak belőle csinálni, önbefűződő tornacipő. Jó, hát ez jó, vicces, igen, ókás, de hogy egyébként túl sok értelme annak sincsen. Az ugye arról szólt, hogy te belebújtál, és abban a pillanatban a cipő befűződött, és ők tudták, hogy jön ez az évszám, és arra kiadtak valami 1000 vagy 1500 darabot. Nem láttam ezt, te láttad működni? Interneten mutattak erről felvételt? Én csak ilyen kamu felvételeket láttam. Tehát az igazit nem? Nem, az igazit, azt nem. De önmagában egyébként túl sok értelme ennek a találmánynak sincsen. Tehát annak idején volt például, azt hiszem, hogy talán ez a Puma Disk System volt az, ami ugye egy tekerős, befűzős változat volt, és az is egyetlen mozdulata megtekerted, mert volt egy ilyen tárcsa rajta, és akkor befűzte a cipőt. Tehát, hogy aki mondjuk ennyi energiát sem akar belefetszölni mondjuk a cipő befűzésébe, hát az... Na igen, de az nem, ha egy ilyen lenne, nevernék egy ilyet, az biztos. Tehát mondjuk... azért az menő, hogy a tépőzár az egy azért. Marty McFly, amikor megérkezik a jövőbe, megijed egy 3D-s cápaképtől, ami ugye kiugrik, és Marty így összekuporodik, mert azt hiszi, hogy a cápa meg akarja enni. Na talán ez az, ami valóság. Ezt már meg tudják csinálni. Tehát a mozis 3D-es megcsinálták. És azért egy picit igényesebb, mint ez a cápa, ami ott kiugrik a semmiből. Igen, és ugye Marty áll egy hatalmas nagy téren, megjelenik a cápa, összezárja a fogait, és szegény ugye nem tudja, hogy ez micsoda, és lekuporodik, mert azt hiszi, hogy egy baromi nagy fehér cápa el akarja kapni. És aztán lesöpri a vállát, és mondja, hát én hülye trükkez. milyen béna. Na, ennél már jobb is van. Ennél már jobb is van, igen, de nagyjából semmi nem jött be az alkotóknak. Semmi. Nem, semmit nem tudtak hozzátenni. Mennyivel többen jött Jules Verne-nek? Jules Verne-nek nagy volt a találati aránya. Ő igazából, ő egy orákulum volt. Ő mindent eltalált, igen. A pontos időjárás elemzés sem sikerült, ezt Gyuri küldte nekünk. Az... Köszönjük szépen. Igen. Szóval, hogy tényleg csak a légdeszka, de az is egy kezdetleges verzió van. Készülnek a fanok egyébként erre a holnap utáni dászra? Akik nagy fanok, azok tudják, hogy az október 21, 2015 az ennél a filmnél ez egy alapdátum. Biztos, persze. Nagyon sok cikk elemezgeti most egyébként, hogy 30 évvel korábban mi az, amit a rendezők megálmodtak, vagy a rendező megálmodott, meg a forgatókönyvírók is, mi az, ami létrejött, mi az, ami nem. De na most... megnézem a másik kettőt is, na? Az a baj, hogy ez felnőtt fejjel már felnőtt fejjel már nem úgy nézed, igen. Mondjuk nekem évekkel ezelőtt volt egy ígéretem, és ezt is fogom tartani, ezért is szerencsejátékozok a kis tételben, hogy ha egyszer milliárdos leszek, akkor veszek Balázsnak egy DeLorean-t, egy eredetűt, egy olyan, ami meg van építve, olyan Marty McFly-osra, egy olyan visszajövőbe jellegűt. Mert az igazi fanok, azok például annyira utaznak ezekre, hogy tényleg megveszik az autót, és aztán pedig összepakolják maguknak mindenféle futófényekkel, mindenféle kamu, fluxus kondenzátorokkal, stb. Egy az egybe úgy, ahogy a filmben is kinéztek. Azért ott már kell lenni elszántságnak, meg fanatizmusnak. Csodákat lehet látni fönt a neten. Igen. Az álomkeltő generátor, ugye amivel pont a Marty csajának a szeméből belevilágít, hogy doki, menjen innen, mit csinál, nem kell aggódni. Ez csak egy álomkeltő generátor, ami arról szól, hogy két ilyen kis fény belevilágít a szemedbe, és abban a pillanatban elalszol. Igen. Írja valaki, hogy ez a mai Gina egyébként, ja, csak igen, hát egy barátságosabb verzióban. Csak az előbbi külsőleg, ez meg belsőleg igen. Van, mármint a Gina. Valahol a Mártinak a kezében, nem is tudom, van egy tablet, ami ugye hát összejött, mert hogy ők valamikor ránéznek valamilyen kis monitorra, és ott csinálnak rajta valamit, na, azt meg tudták csinálni. Tehát 1985-ben már tudták, hogy lesz tablet, vagy akkor már valószínű, hogy kísérleteztek ezzel. De ha mondjuk mi most elképzeljük, hogy mi lesz 2045-ben, ugye az 30 év, pont jól számolok, ugye? 2015-2045. 30 év. Ja, valaki írja, hogy a fekete elnök. A fekete elnök. Emlékszel, hogy bejön a takarító csávó, aki mondja, hogy egyszer él ezek az Amerikai Egyesült Államok elnöke? Egy bárban takarít. De aztán az első részben van, vagy a második, nem tudom, bejön takarítani. És ő lesz aztán a harmadikra? Valamikor aztán, erre van egy geg, erre már nem emlékszem, de erre van egy poén fölhúzó, hogy az vagy sikerül neki, vagy valaki fölismeri, hogy ő az, aki ott takarított. Igen, tehát ebből csináltak egy geget. De mondjuk mi lenne 2045-ben, tessék? Most mindenki leadhat egy jóslatot, vagy az, amit szeretne, és milyen jó lenne, ha ezt már megcsinálnánk. 2045, 30 évvel később. 30 év, hát... Tehát mire lenne szükségünk, amit szívesen megalkotnátok nekem úgy, nyugdíjra. Hogy... Hát, jó, de most lehetetlen dolgokat nem mondjál. Tehát mit... Most mindenki szabadjára engedi a fantáziáját, ha egy dolgot mondhatsz, ami neked jól jönne, szeretnéd, és hiányzik, hogy miért nem alkottál meg, és az, hogy még meg lenne 2045-ben. Mi lenne az? Vagy minek örülnétek? Amit szerintem tök jó lenne megcsinálni, ha nem használnák föl ellenőrzésre, az az, hogy születésedkor beültetnének a kezedbe valahova egy olyan csipet, amin az összes olyan dolgot tudnád csinálni, hogy bankkártya van rajta, hogy mondjuk ajtónyitás, hogy autónyitás, érted? Lenne egy ilyen kis valami a bőrödbe. Egy dolgot kérhetnél, és az egy csíp lenne a bőrödön, mert tudod használni a bankkártyádat. Milyen tök jó lenne. Nem? Bankkártya, ajtónyitás, autónyitás. Például ma nem kerested volna a kocsi kulcsodat. Na, hanem csak odaérinted a DeLoreannak a műszerfalához, és már jössz is. Hát ez nem túl izgi. Hát praktikus. De mi, hogy minden benne van a kezedben, igen. És nyitod az ajtódat, a kocsidat, igen. A munkáján az ajtót, ennyi. Nem jó, mert elviszik a kezed akkor. Nem mondanád azt, hogy milyen jó lenne, ha megcsinálnak már 30 év múlva mondjuk a teleportálást, hogy elindulsz a munkahelyedről, de már nem az lenne egy nagyon béna, nagyon analóg sztori, hogy beülsz a munkahelyedre, és autóval, tömegközlekedéssel megérkezel. Nem azt gondolod, hogy legyek itt. Lenne egy szerkezeted, és beütöd a helyszínt. Aha. És azt mondod, hogy el tudsz indulni, nyilván teljesen irreális. De akkor is azt mondanád, hogy az indító kulcs. Elkevertem arról az indító kulcsot, mert tegnap a Vikinek a teleportálójával teleportáltunk a Noelnek a születésnapjára. Az én találmányom, érted? Tehát ahhoz, hogy a te teleportod működjön, ahhoz kell a beépített chip. Én nagyon szeretnék egy olyan kapszulát is például, amit mondjuk fejenként, mint a vény alapján kapható lenne, egy évben te mondjuk 10 darabot használhatsz fel, de azt a 10-et, ha beveszed, akkor, és ennek vannak ugye most szintetikus változatai, csak azok kevésbé érdekelnek, hogy egy előre meghatározott időintervallumig azt mondod, hogy kilövi az alvást. Tehát neked most egy olyan szakasz van az életedben, hogy 3 hétig, egy hónapig te mondjuk nem alszol, de nem vesz igénybe a szervezetedet, nem fáradsz el, nem mész tönkre, és mondjuk évi fejadag 10 darab ilyen kapszula, vagy 5 darab ilyen kapszula, maximum egy hónapos intervallumot tudsz a patikában kérni. És azt mondod, hogy 3 hétig te most az éjjeleket, a nappalokat és mindent ugyanolyan intenzitással tudsz megélni. Mert nincs szükséged most, neked ez egy elpazarolt idő. Az a 8 óra, az a 10 óra, amit te alvással töltesz. És egy fejadag lenne, amit mondjuk ki tudnál használni, hogy mennyi ideig nem akarsz aludni. Nyilván ne perkednénk vele, és nyilván vény nélkül is megpróbálnánk a patikába egy csomó ilyet kérni. De nem mondd, hogy nem elpazarolt idő. Belőle olcsóbb, de picit károsabb mellékhatásokkal járó román változat. Igen, leáll a mellékvese, megtereli a szívet. És gondold bele, hogyha ugye csecsemőkorodban sokat alszol, én nagyon sokat gondolkodom, hogy lehetne az alvásidőt lerövidíteni. Hogy mennyire egy haszontalan idő. Persze, regenerálódik az agyad, a tested, egy csomó minden tök hülyeség kell, de nincs olyan, tehát nem tudok mit csinálni. Hogy lehet lerövidíteni két gyerekkel? De ha te 60 éves vagy, és mondjuk csak az évi, tehát naponta csak 1/3 aludtál, akkor 60 évből 20 évet átaludtál. Tehát az életed 1/3 arra ment el, hogy öntudatlan állapotban horkolva, felakadt szemekkel, te igen. Egy ilyen szemlekötővel, füldugóval, én folyónyállal, te folyónyállal a kis pizsomádban, az én mellemben alszom, de mindegy. Magzatpózban, öntudatlan állapotban fekszel. A legértelmetlenebb időtöltés, nem? 60 évesen 20 évet nagyjából átaludtál. Hogy ezt valahogy leredukálni. De mi van, hogyha jó, akkor én meg egy másik fajta tablettát találnék ki, és annak a tablettának meg az lenne a lényege, hogy én nem mulasztanám el az alvási fázisokat, tehát hogy az alvási fázisok megmaradnának, viszont lenne egy kis dobozom, amiben különböző tartalmú álomkapszulák lennének, és mindig annak megfelelően. Tehát gyakorlatilag egy párhuzamos dimenziót hoznék létre azzal, hogy irányított álmokat küzdenék. Az a baj, hogy egy idő után az álmodat élnéd valóságnak. Tehát egy idő után már alig várnád, hogy aludhass. Tehát ugye az ez tök jó, van ilyen film, van hasonló van film, ilyen. Hogy az életed mondjuk, az életedből egy csomó minden hiányzik, igen, de álomkapszulában előre beírnád, hogy mit akarsz álmodni? Igen. Fú, de szeretném. Fú, de jó lenne. Mekkora lenne már? Egyszerűen hagyd menjek már a te álmodom, mert ott tudom, hogy mit lennél. Hát csak szex. Hát, jó, én egyszer szívesen meghívlak, ha adok neked egy kapszulát, hogy eljöhetsz az én álmomba. De én nálam beteg dolgok lennének, nagyon durva dolgok. Nálad viszont kiszámítható módon tudom, hogy mi lenne. Hello, Jan, itt vagyok az álmodban. Aha. Melyik szobába menjek? És állandóan megjelennél. Léci, Bali, ne csináld már ezt, basszus. Neked is vannak saját álmaid, hagyd már, hogy hagyj éljen meg a saját párhuzamos életemet egyedül. Így van, incepció. Bemennék az álmodba, és beültetnék egy gondolatot a fejedbe, hogy mire fölébredj, te már azzal a gondolattal indulj dolgozni. Ugye Christopher Nolan ezért zseniális, mert a csávó olyanokat tud szerintem, amit más kevesen. Na, mit szkanderozunk a hátán? Léci már! Nem, én a te álmodba biztos, hogy úgy mennék el, mert tudom, hogy miről álmodnál, és tudom, hogy egy Hugh Hefner házában lennék brutális a sok nővel, hogy valahogy megpróbáljanak vele kizökkenteni. Jönnék jaj, Jani, már megint itt. Tehát valahogy én megpróbálnélek téged ebből az álomból kizökkenteni. Nem lenne rossz. Programozható álom, ez nekem tetszik. Ez jól hangzik, vagy hogy a programozható álom nem jön össze, akkor az a Pusztítóban látott szerkezet, ugye, ahol Sandra Bullock és Sylvester Stallone szeretkeztek úgymond egymással, ja. Hogy mind a ketten felvettek egy szerkezetet, és testi kontaktus már nem volt, ugyanakkor azzal, hogy felvették ezt a szerkezetet magukra, az agyuk olyan ingereket kapott, mintha együtt lennének. Hát de ha ott van az álomkapszula, akkor már nem akarsz virtuálisan senkivel együtt lenni, mert elmennél egy kis csokitortát, megennéd, nem tudom, bekapnád a kapszulát, és 12 óráig brutális őrület lenne. Na, hát ehhez képest most, hogy egy ajtónyitó csipet elfogsz, sehol nem vagyok. Azért sehol nem vagyok az ajtó, hogy oda mér. Érted? Hát gyerek, én a praktikumban gondolgattam. Lerövidíteném az életet, mert meghosszabbítanám, hogy ne kéne annyit aludni, az álomkapszula nagyon jó, beprogramozott, neked meg kinyitna az OTP az ajtaját, amikor be akarsz menni egy átutalást elintézni. Azért az nem akarok oda menni. Hát gyerek, kinek mi jut az agyába? Csettintés, lefőtt egy kávét. Ez se rossz. Előre. Ez is jó, ezt is beletenném, ezt a funkciót is. Azt a betyárját. Egyébként mindent ezzel a csípen működtetnél. Hát ezt mondom, hogy minden benne lenne. Azért az nem rossz, most gondold el. Például az álomkapszulás dobozodat is ezzel tudnák csak kinyitni. Mész, és kinyílik a fürdőszobajtól. A betyárját neki. Hideg víz, meleg víz egy mozdulattal. Ja, az már megvan. Nálatok, de nálunk még alá kell gyújtani. Hát azért... A betyárját. Drága hallgatók, tessék, engedje mindenki szabadjára a gondolatát. Felfedezhetsz egy dolgot, amiről azt gondolod, hogy realitás lehet, vagy szeretnéd, hogy realitássá váljon, szabad kezed van, bármi. Mi lenne az? Nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy 30 év múlva megvalósul, de ha kezünkben lenne kicsit a saját sorsunk és a történelem, mi lenne az az egy dolog, ami megkönnyíteni a hétköznapot? Kinek álomtabletta, kinek kevesebb alvás, kinek nyíló ajtók, kinek mi van benne? Önérlelődő kolbász például, na mit szólsz egy ilyen? Nem, azt nem engedjük ki a kezünkből. Nem engedjük ki a kezünkből a szakmát. Gyors érlelésű kolbász, de mégsem a gyors érleléssel, hanem hagyományos úton érlelődő gyulai vastag kolbász. Ott az út is élvezetes. Az út is, amíg eljutsz odáig, az is élvezetes. Viszont például ne feledkezzünk meg a csúcshatásnak, a szuperdrogjáról. Ú, de jó film. Azért, amikor az agyadnak azt a kapacitását is ki tudod használni, meg az agyad úgy fel tudod pörgetni, gyakorlatilag 100%-osan működik. A Bradley Cooperre játszik. Az mekkora. Ennek egy remake-et csinálta Luc Besson a Lucy-ben, amikor ugye egy kábítószer szintén segít, hogy kihasználd az agyad 100%-át. Zseniális film. Már nem a kábítószer része, hanem hogy mi történik, ha elvileg kihasználnánk. Na, szóval írjátok meg nekünk egy dolog, amit ti feltalálnátok. Mi lenne az, és életünk melyik területén segítene bennünket? Tehát mit csinálnál vele, melyik részét könnyítenéd meg az életednek? A munkát, a szerelmi életet, a magánéletet, a gyermeknevelést, a vezetést. Hát annyi minden van, hogy igazából hajnalig lehetne sorolni. Hogy mennyi mindenre lenne szükségünk, nem? Amivel egy kicsit könnyebb. Igen, egy kicsit igen könnyebb de a csipet, amivel például metrózhattok annak ellenére, hogy mondjuk nem kezeltetek jegyet, azt leírjátok. A benne lenne a BKV bérletet. A betyárját, Feri. Lehet, hogy nem érzitek túl veszélyesen át az a baj, túl veszélyes vagy. Nem, én azt megélem. Magas a léc, de próbáljátok átugrani. Túl veszélyes vagy. Az önműködő fotocellás sajtok és az a BKV leolvasó csip a betyárját. Hát mindez egyben, érted? Egyben. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, egy nagyon érdekes témával foglalkozunk. Egy picit elbeszéltük az időt, de nem baj, tudunk ezzel foglalkozni. Ugyanis egy 30 éves férfi éles témaváltás volt. Várjátok azok kedvéért, akik nem tudják követni. Köszönjük. Egy 30 éves férfi jelentkezett az első feját ültetésre. Jézus. Az első feját ültetésre orosz, brit és amerikai média beszámolók szerint egy programozó önszántából vette föl a kapcsolatot egy vitatott olasz sebésszel, aki elvileg azt mondja, hogy technikailag megvalósíthatónak tartja a feját ültetést 2016-ban. Na. És ő önszántából jelentkezett, ugyanis egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, nincs más esélye, mint hogy fogják az ő fejét, leveszik a saját testéről, és átteszik a donor testére, összekötik az idegszálakat. Hát most mondom ezt úgy, mintha egy ablakot kéne, nem tudom. Igen, azt akarom mondani, ezt a magabiztosságot, amivel nyomod. Szalagozzuk, akik vezeték végén, amit és átteszik a donor nyakára az ő fejét. Nagyon jó. Hogy várjuk az olyan SMS-eket, amik úgy kezdődnek, hogy szeretem a feleségemet, de... Ezt akartam kérdezni, hogy honnan van a donortest? Találok egy donortestet, akinek mondjuk jó karban van, fölajánlja, fiatalon halt meg. Hát igazából itt nem ez a legnagyobb kérdés, donortestet lehet találni. Nem? Hát én kicsit így megakadtam. De várjál, ne arra gondolj, hogy itt most, tehát most ne arra morbid dologra gondoljunk, hogy ők fejet cserélnek, mert mókáznak, hanem van egy donor. Nem, csak nem is erre. Aki ugye már nem él, de mondjuk felajánlott a szerint, nyilatkozta a fókusz. Azt hittem ez az évszázad poénja, de... Gönczi Gábor kérdésére elmondta, hogy... Tehát megvan a donortest, 150 fős lenne állítólagosan az orvosi stáb, 10 milliárd forintos műtéti költség lenne, és 36 órán át tartana elvileg az operáció. Mondta egyébként ezt azt az orvos, aki azt mondja, hogy szerinte ezt megcsinálható. 150 fős orvostáv, hát ez egy jó nagy műtő. Hát gondolom azért ott mindent összeraksz, hogy az mozgasson, ugye az agy, az idegek, a vérellátás, az izmok, az ez biztos, hogy egy nagyon komoly dolog. De most ez még jegyzetelik el serénye, hogy mi volt már meg, és mi nem. Mit hova kötöttél? Ha az orvos olasz azért, akkor tehát én nagyon szeretem őket, tudjátok, de ott van egy kis hebrentség. Azért, mert te is azt mondtad, hogy ezt ő állítja egyedül, hogy meg tudja csinálni. Ezt ő állítja egyedül, igen, egyébként... Meghívták már a dokit egy amerikai orvosi konferenciára, nem azért, mert hogy ezt végrehajtatónak tartják, hanem mint újítás, hogy mondjál, hogy mégis ezt hogy szeretné. De a 70-es években már volt kísérlet, írja ez a cikk egyébként, ott majmokkal kísérleteztek a fejátültetéssel. Az akkori transplantációk egyébként nem sikerültek, de azt mondja a doki, hogy 45 év alatt már nagyon sok minden változott. Hát nyilván itt a fej lenne az, ami mondjuk marad az eredet, és akkor egy testet keresel inkább magadnak, mint új fejet, mert hát ugye... Tudod? Tehát, jaj, de szép új testem van, érted? Ez így például ez egy reális mondat egy fejátültetés után, de az, hogy jaj, de szép új fejem van, az nem működne. Viszont a karom az enyém, mert hogy a fejedet levágták. Na de most mi van, ha ez 30-40 év múlva megvalósítható lesz? Tehát arról olyan irányba halad az orvostudomány, hogy 30-40 vagy 50 év múlva akár emberek fejet cserélhetnek? Tehát lehet előfordult az, hogy mondjuk Feri nem a magyar George Clooney lesz, hanem George Clooney lesz. Maga megkapja a testet. Mit csinál George Clooney testével? Tehát azért ott nem a fejével. Lesz egy plusz test, azt tovább kell adni, ugye? Tehát akkor mennek körbe. Nem, egy plusz fej lesz, mert a Feri megkapja a George Clooney testét. De bocsánat, plusz test is lesz, mert akkor az enyémmel mi van? Érted? Aha, hát akkor figyelj, megmondom neked, akkor lesz egy amerikai, olasz, görög, nem tudom minek, na, milyen náció Rákóczi Feri. De ott miért? Mert a George Clooney fejét te megkapod. Érted? Ő ezen meg megkapja a te fejedet. Fej. De nem cserélünk, ugye? Hanem az van, hogy az egyiknek szegénynek vége, és akkor megkapod te újításként a tested. De hát ott figyelj, például itt valaki ide, és hogy a cserében nincs nagy biznisz. Tehát az, igen, hát az, hogy most... jól nézel ki, Ferikém, cseréljünk már. Jó formában vagy. Tehát olyan jó formában vagy, olyan jól felszívtad magad, cseréljünk már. Most annyira rendben van a tested. Szeretnéd jó effektus. Szeretnéd kipróbálni, hogy milyen az élet 100 kiló felett. Akkor fejet cserélünk? És ha nem tetszik, vissza? Na, vagy ha tetszik, akkor így marad? Na, ezért jó nagy félnek lenni. Látjátok meg, gyerekek, az étetek. Nincs rá igény, vagy mi? Nincs rá igény. Senki nem akarná ezt a fejet cipelni. De például így, mondjuk 30 év múlva lehetséges az, hogy valaki rossz testben születik, vagy nemet akar váltani, és azt mondja, hogy ő férfi, neki férfi feje van, de tegyék fel egy női testre, és ez megvalósítható lesz, és 40 év múlva azok, akik nem érzik jól magukat a saját bőrükben, azok kapnak férfi fejjel egy női testet, ahonnan majd az agy biokémiai működése alapján a hormonok csak eltűnik a szőr, és elkezd elnőjesedni a férfi fej. Azért ez ebben a formában érdekes. Én nem hiszek benne nagyon, bár nem értek annyira, de azért az idegpályákat hát, hogy kötik össze egyáltalán, hát rengeteg idegsejt, amikor jönnek, mennek, szállítják az információt, hogy? Karvisszavarás van, lábvisszavarás van. Innen már csak egy ugrás a fel. Bocsánat, minden így indul el, kezded az alapoknál, és most már van olyan, aki... Szabom nagyon jó koptatószalagot varagatja száramból. Igen, például azt is, és aztán abból később öltönt is tud varni a Szabó, mert megtanulja. Tehát az alapot megtanulod azzal, hogy koptatót varsz a nadrág aljára, és aztán egyszer csak fogsz majd öltönyt is varni, hát ez ugyanaz, hogy mondjuk egy végtagvesztett embernek meg tudják menteni ma már a karját, akkor elméletileg ezen analógia alapján ez is elképzelhető, hogy egyszer fejet tudnak átrakni. Hát miért ne? Tehát, hogy mondjuk komolyra fordítva a szót, hogyha mondjuk egy nagyon komoly balesetben annyira roncsolódik a test, hogy a fej viszont teljes épségben marad, és adott esetben van egy lehűtött, vagy nem tudom minek nevezzük, egy donortest, aminek viszont a fejére már úgymond nincs eszik, de olyan furán hangzik ez az egész, akkor a kettőből lehet egy egészséges csinálni. Így ember csinálni. Így van, és akinek a feje ugye jó volt, az kap hozzá egy jó testet. Hát itt most arról van szó, hogy olyan emberek ültetik át más testbe a fejüket, mint például ez a pacák, aki egy olyan betegségben szenved, hogy teljesen lebénult és sorvad a testet. De fejileg, agyilag ugye teljesen rendben van, és az ő fejét próbálják meg egy normálisan működő testre átültetni. Tehát neked az emlékeid, a gondolataid valószínűleg megmaradnak? Megmaradnak hát az akkor, nem? Hát az, ha az agyban tárolódik, akkor megmarad minden. A bombaformában lévő Kirk Douglas nyilatkozta, hogy még már nem emlékszik annyira, hogy szerepelt a Spartacusban, de még mindig nagyon büszke rá. mert az lenne egyébként, hogy előbb-utóbb, ha ez működik, akkor nyilván valóan ez is hogy bekerülne mondjuk így a hollywoodi a sztároknak így a szépség kellékei közé. Vagy a fiatalizáló tevékenységei közé, hogy lecseréltetnék a testüket. Azért, hogy fiatalodjanak, nem? Hát az arca az megmarad öreg? Hát... szó. Aha. Na, megkérdezünk egy idegsebészt, hogy mit mond erről. Jó, fölhívjuk a hírek után, hogy amikor először elolvasta ezt a hírt, egyébként lehetségesnek tartja, ha nem is most, mondjuk az elkövetkezendő 50 évben fejlődhet-e oda az orvostudomány, hogy valakin egyszer egy valódi fejátültetést hajtsanak végre úgy, hogy életben marad, működnek a szervei, működnek az agyi funkciók, tudja mozgatni kezét, lábát, és fejcserélt emberként élt tovább. Azért ez egy érdekes dolog szerintem, nem? Hogy lehet, hogy ez most még a jövő, de 50-100 év múlva akár már rutin műtétnek is számíthat, nyilván kis túlzással. Ez itt a Morning Show, a Class FM-en. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon érdekes témát boncolgatunk, miszerint egy ritka betegségben szenvedő orosz lehet az első feját ültetett. Hát itt azért soka lehet. Nyilván véleményes a dolog, amerikai idegsebészek is nyilatkoznak, hogy szerintük ez effektíve lehetetlen. Minden esetre van egy olasz, aki azt mondja, hogy körülbelül egy év múlva hát lehetséges, hogy fejet ültessenek át. És ugye a dolog nagyon érdekes, mert azt feltételezhetjük, hogy mondjuk az agy tárolja az emlékeket. Ott van az emberi lélek. De mi van, ha a személyiség egy része, a gondolatok, az érzések nem mennek át az aggyal, csak a biokémiai funkciók, hanem mondjuk az a szívben marad. Akkor, ha mi mondjuk 3-an erre a dologra vállalkoznánk, és fejet cserélnénk, de ülési sorra ment cseréljük fejet. Tehát te jössz hozzám, én megyek hozzá. Jaj, nem áll! A Feri jön hozzá. Igen, én megyek hozzá. Tehát mi történik? Jó, mondjuk 50 év múlva ez a dolog lehetséges. Tehát a fejed jön? Vagy a fejed jön. A fejed jön, de a személyiséged megmarad, mert mondjuk a szívben van a személyiség, a lélek, aha, a lélekhez kapcsolódó attitűd és minden, amit te szeretsz, amihez vonzódsz, amihez vonzódik a tudatalattid. Mondjuk azt, hogy ez a szívben van és nem az agyban. Aha, és a te fejed átjön az én testemre. Én megkapom Janiét. Tehát elképzelhető, hogy Balázs testtel, Jani fejjel. Csak hát ugye oda megyünk haza, tehát azzal a fejjel megyünk. Nem, azért akarom mondani, hogy vigyázz, tehát ha testre... Nem. Az most pont azt mondja, hogy a szívében van. Akkor én igen, a lélek. De igen, a családtagok erről nem tudnak, a fejjel mész haza. Aha. A fejjel mész haza. Aha. Tehát Balázs haza a te testeddel, a te szíveddel, a te emlékeiddel, és a saját fejével megy majd így haza. Van, tehát az és ő feje, és azt mondja nekem Béka, hogy... De várjál. Igen. De nem a BK-hoz mész. Így van. Én a tiédet kapom meg. Én a te testeddel, a te szíveddel, a te emlékeiddel megyek majd haza, hozzánk. Feri pedig az én testemmel megy haza, ami mondjuk elég mókás lesz. És akkor milyen szituációk történnek? Tehát én a testemmel, a te fejeddel állok egy leértékelésnél, és nem tudom, mit keresek ott? Vagy tudom, hogy mit keresek ott, mert a te fejed odavitt. Hát nálatok például az lesz ott, hogy majd a Viki nem fogja érteni az egész szituációt. Borsos toká! Te nem tudtál tegnap még borsos tokányt főzni. Érted, mert a te fejed van az én testemben, és az én szívemben benne van a borsos tokány és a krémbrülés. Ja, és én akkor úgy megyek haza, hogy én ezt megcsinálom. Így, és a fejed pedig tiltakozni fogsz, hogy úristen, nem ülök be egy alfába. Nem ülök be egy alfába. De a szíved meg oda fog vinni, mert az az én testem. Feriéknél lesz nagy csodálkozás, mert előtte ugye ezt a sokkot, amit majd a Béka fog átélni, akkor amikor majd hazamegy Feri az én testemmel, de hát hogy nyilván majd kompenzálj utána. Harmadik menet. Amióta régen sose akartam. Most volt ilyen. Ja, nyilván. Azért ez egy érdekes helyzet tényleg, hogy akkor te a donornak a testét kapod meg az ő szívével. Ugye az akár ez egy szívátültetésnél is felmerülhet azért ugyanakkor. Hogy ne lősz be ebbe az autódba, kiabál majd Móni. Igen. Ez egy érdekes dolog, és én kapom meg a te fejedet. Igen. Ugye? Igen. Igen, de és te ugye Mónihoz fogsz hazamenni a testeddel. A te szíveddel és emlékeiddel. Így van. Az kemény. Az kemény. Ugye ez ugye egy szívátültetésnél is felmerülhet. Hát ha abban van, igen, a lényeg. Nekem elmondják, hogy milyen lehetett a donor, vagy milyen volt, és akkor készüljek föl az ő testére, az ő szívére, mindenre, ami működik. Csak egy új fejet kapok, én viszem a saját fejemet. És kezdek el olyan dolgok iránt érdeklődni, vagy szeretni, amit ő szeretett, amit az ő teste szeretett. Tehát a személyiségek is kicsit kicserélődnek majd. Így van. Ez egy érdekes dolog. Na, megkérdezzük egy idegsebészt, hogy elvileg ez lehet-e. Nyilván jelen pillanatában az orvostudománynak valószínűleg nem. Tehát, hogy kötöd össze ott az idegpályákat, egy csomó mindent, magát a gerincet egyébként. De nincs minden veszve, Béka. De gondoljatok bele, ez innentől kezdve, mondjuk ez 50 év múlva lehetséges. És mondjuk a lélek a testben van. Vagy a fejben. Megszívtuk, egyrészt megszívtuk. Kettő, akkor én majd, nekem előregedik a testem, bejelentkezek egy fejátültetés, és azt mondom, hogy szeretnék újra egy 20 éves testet. Az agyam mondjuk még jó állapotban van. Mi van? Most mit rögsz? Nem lesz, megjutott, hogy tényleg jól egyik a hallgatók írja, hogy Jani Balázs fejjel elborul, hogyha nem abba az irányba cserélik testet, mint ahogy eddig, hogy megkapnám az én a te fejedet az én testemben, és egész mondjuk veled nagyon kiszúrnának. Neked egy hónapig nyakizmot kéne erősítened. Ki volt az a rohadék, aki egy ekkora testre felrakta ezt a fejet? De nem, tehát innentől ez az örök élet is lehetséges, hogy én mondjuk 60 évesen azt mondom, hogy szeretnék egy fiatalabb testet. A fejátültetés egyszer lehetséges. Ugye minden, ami egyszer lehetséges, az onnantól kezdve már csak pénzkérdés, hogy magánklinikán neked mondjuk x millióért megcsinálják. Te majd fejátültethetve kaphatsz egy 20 éves kasznit magad alá? Simán. Hát a szerveid azok, amik előbb elhasználódnak, kapsz egy jó kasznit, előbb az agyaddal nincsen gond. És ott leszel 80 évesen összeasszottan, iszonyat szerkával, egy 20 éves teste, futnak majd fejátültetett amerikaiak fiatal testben öreg fejjel. Hát az agyat se fog már meg a végét is nagy lázacsal, olyat kap, hogy járni nem fog tudni, csak jöjjön már ide. Ugye? Tehát innentől kezdve, most nyilván nagyon fantázia, amiről beszélünk, de innentől kezdve hát, amíg az évesen működik, addig működhetsz testileg is jól. Működik az agyam, és azt mondom, hogy kérek egy 30 éves testet. Kifizetem, megkapom. Minden Masters futóversenyt megnyerni. Csúnya világ lesz ez, gyerekek. Azért a természet valahogy ezt kitalálta, hogy a testtel együtt a fej is, a lélek is, a szív is, az agy is. múljon el, legyen újra por, majd aztán él legyen újra. De azért, amikor ezekbe egy elkezdenek majd belenyúlni, hát itt azért szörnyű világ lesz előbb-utóbb. Gondold el, nem? A rendszerek közötti utazás, amikor donor testeket visznek magukkal az űrhajósok, és csak a fejeket rakják át. Na jó, ez már picit nagyobb. Jó, kicsit már beúszok. Stanislav Lem, Isaac Asimov. Igen, kicsit messzire mentünk. Na, megkérdezzük ezt egy idegsebésztől, hogy mit mond. Dr. Székely György már itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr, hello! Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlök a rádió hallgatóit is. Na, nem tudom, hogy olvastad ezt a hírt, nyilván mi itt félig meddig hűlünk, de egy olasz pali tényleg azt mondja, hogy jövőre komoly pénzből, komoly orvosi tímmel ezt ő elvileg meg tudja csinálni. Igaz lehet, vagy nagyon nagyot lódít az olasz idegsebész? Hát én nem látom ennek a lehetőségét jelenleg, technikai lehetőségét, és az elvi lehetőségét sem. A következő okok miatt. Ugye össze kéne kapcsolni az agyat a testtel, idegi pályákon. És ezek az idegi pályák, ezek úgynevezett centrális pályák, amik ha sérülnek, akkor az idegsejteknek a hüvelye az gyakorlatilag visszahúzódik, és nem marad ott. Tehát ezt tudom, hogy ez így most elég nehezen érthető laikusnak, de... Nincs mit összekötni, ugye? Igen, tehát valahol a fejet le kéne venni, ott megsérül az idegpálya, hiába teszem át egy másik testre, a fejnél, a meccésnél már sérültek az idegpályát, amikor félbevágok egy almát. Az ideg tud nőni, csak neki kell egy hüvely, amiben belenő. Most a periférián, tehát a végtagokon ott van a svansejt, úgy hívjuk, a periférián viszont a gliasejt van, ami nyúlványokat ad, több nyúlványt, és az képez egy-egy gyűrűt, és hogyha abból kijön az axon, tehát az idegnyúlvány maga, akkor az visszahúzódik, és megszűnik maga a hüvely pályája. Ugyanazt tanulta minden orvos. Hogy mondhatja akkor valaki, ha nyilván valamennyire épelmű, hogy szerintem lehetséges? Hát ez így nagyon egyszerűnek tűnik. Megsérül, nem épül újra, nem tud kommunikálni, nem tud információt szállítani. Tehát hogy mondhatja mégis azt, hogy szerinte ezt egyébként meg lehet csinálni? Hát azért ez hajmeresztő így. Én nem láttam még olyat, hogy a gerincvelő sérületeket eredményesen rehabilitálták volna olyan tekintetben, hogy visszanő. Ugyanaz a helyzet, mert az is egy centrális gerinc, vagyis centrális idegrendszerhez tartozik, és hát ott nem tud egyszerűen a visszahúzódott velős hüvely miatt nem tud belenőni az idegnek a rostja. Tehát, hogyha azt mondaná ez az ember, hogy ez megvalósítható, akkor gyakorlatilag az összes olyan kerekesszékes embert fel lehetne állítani, akinek gerinc sérülése van. Aha, de viccet folytatva, az előző menetetekben, ha reagáljak rá, hát azért egy 80 éves ember mondjuk kapna egy új testet, 20 éves testet, az nem lesz 20 éves. Ugyanis az agynak az a jellegzetessége, és ezt a teremtő, vagy a természet, vagy nevezhetjük Jóistennek, mindennek, aki ezt létrehozta, az úgy hozta létre, hogy az idegsejtek pusztulnak minden nap. Ha semmit nem csinálunk, akkor 8-10 ezer idegsejtünk elpusztul. Tehát az agyunk a 80 éves lesz, és nem 20, és egy 80 éves aggyal nem lehet azt a teljesítményt csinálni, még hogyha egy 20 éves badi van alatta, akkor sem. De hát a szíve az még szállítja a vért, a tüdő jól működik, még se tudja végrehajtani az agy? Nem, bizony, mert az agy már 80 éves, és az agynak a kapacitásának a fele, vagyis a idegsejteknek, hát a fele talán nem, de egy elég jelentős része már elpusztult. Tehát ennek van egy kora, amit a maximum meg tud élni az ember. A tüdőnek a maximális kora az 160 év a mai számítások szerint. Az agyé ennyi nincs. Ó, ezek rossz hírek. Ezek rossz hírek, ahol az örök élet reményét keltő. Igen, itt ide valaki, és igaz, hogy a test ugye 20 éves, a fej 70 éves, 70 éves pali lenéz, ó, hát erre már nem is emlékszem, ez hát igen, történik. Ugye is nem érted a reakciót, igen. Igen. Hát azt nem is látod, hogyha így nagyon bátran gondolkozzunk most tényleg, legyél nagyon, így engedj el mindent, és azt mondod, hogy 30 év múlva azonban elképzelhető, hogy ezt meg lehet oldani. Arra van reális esély? Hát elektronikával. Az idegük összekapcsolás. Magyarul az, hogy a föntről jövő ingerleteket elektronika fogja átvinni az alsó pályákba. Erre már vannak komoly kísérletek, egyébként végtagmozgatáshoz, és biztatóak is, de hát nyilvánvalóan, hogy azt a finom mozgást, és azt a célirányos, és tehát az összes lehetséges dolgot, amit egy egészséges ember tud, az nem tudom, mikor fogja tudni az elektronika, ha egyáltalán fogja tudni. És ezek nem ilyen egyszerű dolog. Ha Balázst, ha látnád, milyen szomorú te. Na mindegy. Hát igen, írja egy hallgató, hogy azért azt megnézné, mint hazamész egy szorgos nap után, és a Jani fejével belenézel a te hűtődbe. Vagy a Jani hűtőjébe te belenézel felé, igen. Tehát egy szorgos nap után hazamész, és kiütöd a Jani hűtőjét, igen. De állítok, a 70-es években ezzel már kísérleteztek majmoknál, mármint hogy feját ültetéssel, az se nagyon sikerült. Ez egy bevett dolog, hogy először az állatoknál, ha az elkezd nyilván működni, akkor lehet abban gondolkodni, hogy előbb-utóbb az embereknél is működhet? Hát még hamarabb, tehát úgy értem, hogy még korábban kell kezdeni, mint az állatok, mert a in vitro, tehát még élőlények nélkül is lehet ezeket a dolgokat előkísérletezni, vagy modellezni, tehát azért ez nem úgy van, hogy elkezdjük, és egy ember fejét gyorsan levágjuk, aztán megnézzük, hogy sikerült-e vagy sem. Nyilvánvalóan ennek megvannak az etikai szabályai. Ezekről a 80-as évek kísérleteiről csak félfüllel hallottam, de a valóban elfogadott tudományos irodalomban ezek nem szerepelnek. Valaki csak kísérletezett. Hát nagyjából erre a válaszra számítottunk, igen, ezért is érdekes ez az olasz doki, aki azt mondja, hogy jövőre elvileg, ha van elég pénz, akkor ő ezt bevállalja és megpróbálja megcsinálni. Érdekes. Jó, hát hallottuk már a klónozott gyerekeket is, aztán nem láttunk még egyet. Hát hogyne, persze, mindig van valami önjelölt, aki kicsit Istennek képzeli magát, és mond dolgokat, aztán kérdés, hogy ebből mennyi minden valósul meg. Doktor úr, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk neked. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, doktor Székely György idegsebésznek. Hát akkor egy ideig gyerekek mindenki marad. Hát vagy a fiatalon kell tartani az agyunkat. Hogy? Hát kijárogatni játszótérre, tudod ugrókötelezgetni, meg hogy hívják, ott ugróiskolát játszani, lapáttal homokozgatni, stb. És akkor átverjük az agyunkat. Akkor inkább keresztre is, mint fejtek azért, mint hogy... Ne szaladj ennyire előre. Ne hagyjon ki néhány mondj ekkorát. Ismerjem a saját képességeimet, azért először fogjak egy homokozó lapátot, igen. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred. Ez volt már